Szevasztok! Linebacker fiúk ma a draftra jelentkezők közül. Nektek ma, én nekem ez több részlet lesz, mert nem egyben mondom fel. Vannak néhányan, akiket még nem láttam, de majd beleszerkeztem szépen a sorrendbe. Ez pedig azt jelenti, hogy most nem tudom nektek elmondani itt az elején, hogy mennyire erős ez az osztály, ez biztos marha erős. A végén viszont majd levonjuk a konzekvenciát, illetve hát tudod számolni akár az ujjaddal, hogy melyik körben hány játékost mondok majd. Azt viszont már most fel tudom sorolni, hogy mit tudunk az NFL-ben lévő linebacker gyerekekről. Az előző szezonban 82 olyan volt, aki komolyabb snap számot a pályán töltött. Hova jártak ezek iskolába? Ilyen menő téma idén. 82-ből 62-en Power 5 iskolába jártak, úgyhogy olyan képzést kaptak el, Lajos, mint látod. Group of 5-os iskola, kis gyenge élvonalbeli konferenciák, 10 játékost neveltek ki, az FCS 8-at, nem nagyon vannak lemaradva ott a testvéreink a másodosztályban, és két olyan versenyző is van, aki még alacsonyabb szinten edződött, aztán mégis ott van a pályán. Hát az hogy lehet? Hát úgy, hogy marha gyors, marha erős, marha erőszakos, ugye. Mert itt linebacker poszton, minden évben elmondom, világ elit atletizmusra van szükség, úgyhogy a kombájnon megmérettek a gyerekek. Nem rakok fel most átlagos méréseket, mivel lement a kombájn, tehát túl vagyunk rajta. Nem kell azon agyalni, hogy mit kell majd elérni, mit kellett volna, hanem megcsinálták a fiúk, amit megcsináltak. Hát azért vannak lusták, akik nem állnak oda. Ugye ezeket majd beépítem a mondandómba, amennyiben szükséges. Úgyhogy ezen túl vagyunk. Idén 4 fiút hívtak meg, aki Group of 5-os iskolába járt kis konferenciába. 21-et, aki Power 5-ba, hát a legnagyobbak közül. Természetesen a meghívó az, hogy könnyen megy a felismerhető sisakú játékosoknak, még hogyha nem is érdemlik meg. De összesen 25 fő, akit meghívtak, elég lett volna 20. Ez már biztosan el tudom mondani, hogy mennyivel keményebb mezőny lett volna, úgyse draftolnak 20-at se. Érted, de itt a végén időpocsékolás volt egyik másik gyereket megnézni. Azon is rohanjunk végig, hogy hol szokták draftolni a linebackert. Nem, mint hogyha ebben sok mindent le tudnánk szűrni az idei évre, csak úgy mutatóba. Első körben 12 fő ment ki, abból a 82-ből, aki aktívan focizott tavaly, második körös szintén 12, harmadik körös már 18. A harmadik körben ugye már bejátszik a special team potenciál, ugye Jonas Mutton faktor, bár lehet, hogy már hamarabb kiment Mutton, már másodikba. Ki az a Mutton? Ha nem tudod, akkor miről maradtál le. Szóval ezek itt top 100-as tehetségek. Negyedik körös volt 7 fő, 2 szerda, ötödik 10 fő, hatodik 5 fő, és 2 hetedik körösünk is van. Undrafted játékos 15 van, aki karriert csinált magának, hát legalábbis valamilyen rövid távon biztosan. Szóval itt azt kell látni, hogy nem feltétlen fognak dominálni az első körös játékosok. Lehet, hogy másodikba több megy ki. Lehet, hogy harmadikba még több megy ki. Szóval nem prémium pozíció, ugye hát főleg napjainkban szegény Detroit mit kapott előző évben, lemerték draftolni a Campbellt. Úgyhogy így kell majd kalkulálni, de mi most a megszokott bejáratott módszerrel hátulról fogunk haladni, és majd meglátjuk, hogy a tetejére jut-e valaki. Na most aki itt undrafted besorolást kapott, ők mind ilyen holt versenyben undraftilok, tehát ugyanúgy nem hoznám el az elsőt, mint a másodikat, vagy mint a harmadikat, de hát valamiért csak az aljára került a lapnak valaki. Vannak itt fiúk, akiket kár lenne piszkálgatni, én azt gondolnám. Leginkább Maiema Njong-Meta az, aki itt a lista élére kívánkozik, a Wisconsinból, 6 láb magas, 229 font, ő kameruni származását, a nevéből egyből tudod. Nem túl nagy tömeggel, ugye ez a 229, ez nem annyira sok, bár már standardnak számít, a leglassabb a mezőnyben, és messze a legdarabosabb mozgással jött elő itt. Láttam a nevet, megnyitottam Combine-on, mit sikerült előadnunk, Maiema. Hiába volt remek a karfesz távolsága, ezzel az atletikus profillal ő semmilyen körülmények között sem pályán tartható.
Sehogy. Úgy akkor minek nézzük meg a meccseken, hogy mi volt? Teljesség igénye miatt. Na, indítsuk akkor el. Őrületesen jól blitzel Enjong Metá. Hát az magának köszönheti? Inkább az edző érdeme, ugye? Mert egy egyenes vonalba kell menni, és alig van előtte test. Ismered Wisconsinba, hogyan mennek a dolgok. Hát ezt már ismerjük, ezt a profilt. Csak közben volt ugye Leo Chenal, aki miatt megnyerte a Chiefs a bajnokságot. Na hát most a Chenal ugyanezt csinálta nagyjából, csak ő marha nagy volt, és erős, és gyors. Na most az Enjong Metá viszonylag kicsi, gyenge és lassú. De egyébként a Combine meghívó az jogos, mert jól dolgozott a Badgersben, csak hát egyik évről a másikra rájött az ellenfél is, hogy mit kell csinálni vele. Egy kicsit úgy vállal rögzíted, és akkor már nem ér oda az irányítóhoz. De szerelni tud, coverage-be sincs elveszve, de hát mindez hiába, hogyha mindenki körbefutja ötször. Mire megmozdul. Hát most ezt elrejtették a borzok, mert nem derült ki ott környékükön, de hát meg a csapaton belül is volt ez a Getz nevű srác, aki hát szintén valami hasonlót akart csinálni, nem sokkal jobbnál az Enjong, mert aztán eszébe is jutott senkinek, hogy ott meghívják a kombájnra. Úgyhogy hát sajnálom, ez nem jön össze. De hát a college-ban meg voltak a zsikerei. Maradunk Big Ten-be, Indiana csapatából jön Aaron Casey, 6-1 magas, 231 font, kiemelkedő karfesz távolság, ez stimmel az előző versenyzőnkkel is, született 2000 június, amíg ezt is felírtam, Georgia-ból, elragadták északra, 5 évig járt egyetemre, 1 évig drukkolt, 2 évig csere, 2 évig kezdő. Egy bíztató 2022-es kampány után visszaesett senior évére. Nem ezt akarod látni. Végzős játékostól linebacker poszton, ahol azért kell az ész, hogy mi történik egyes csapatodban, és az ellenfélben, és akkor azt gondolnád, hogy jön a tapasztalat, hát egyre könnyebb neki, hát most nem ez van a Casey-nél. Mistekülben mindig is élen járt, amit a csapatot illeti, de coverage-ben is beakadt rá pár társadán. Ez pedig nem teszi jóvá pár jól sikerülő blitz. Már megint a blitz. Ezeknél itt visszatérő elem lesz ezeknél a fiúknál. Nem tudunk mit csinálni veled, mennyi blitzeljé. Helyezkedni tudom úgy, Casey, meg erőszakos, de hát ez csak arra elég, hogy korrekt egyetemista linebacker legyen. 10 yardos részideje az jó volt. Végére kifulladt a kombájnon, de most 40 yardot nem fut már. Minden 35? Na, alkudunk. Távolra nem tud ugrani, súlyt emelni sem. Ezek vannak. Na hát akkor meggyőzött valahol. Csak az NFL.com írja draftolhatónak, a 206. helyre belövik. Szerintem ők tévedni fognak, mert nem draftolják a Casey. Túl sok hibával játszik már a Big Ten-ben is. És nincs olyan fizikuma, meg sebessége, hogy ezt magasabb szinten ki tudja majd javítani. Úgyhogy nem nagyon van remény. Itt azért gyorsan tovább tudunk lépni. Kalen Deloach, Florida State. Ez a Florida State, ez zsivány kis banda, mert tele vannak olyan játékosokkal, akik az egyetemi szint kicsit fölötte vannak, abszolút átlag fölötti, de hát az NFL kezdőszintet nem éri el senki. És akkor ebből kijön, hogy van itt egy tizenvalahány játékosuk, egy-kettő nyilván bitang kiváló, ők még nem kerülnek sorra ma, és egyébként meg ez a langyos víz, ez egyébként meg egyetemi szinten bőven elég az ACC-ben, szóval arra jutottak, hogy Florida State védőket hívjuk el mindenképpen a kombányra, de hát minek. Deloach 6 láb magas, 210 font. Hát ez egy pompás safety méret. Jelentkeztél volna safety-nek? Hát öcsém, ez azt igen. Azt mondja, hogy linebacker vagyok. Ekkora vagy. 3 évig kezdő, 2 év bemelegítés után boxvédő. Úgy, ahogy van. Nem a slotba játszott, hát még ha az lenne, ugye, hogy jó, hát linebacker vagyok, de igazából itt a slotot védem, hát akkor menő vagy, de nem. Annyira azért nem vagyok atletikus, ja? Szóval egészen fenomenális blitz eredményei vannak, beállsz a sorba, még olykor a labda is kipattant az ellenféltől. Ezt mindössze ilyen 100 darab snap alatt, úgyhogy ritkán jár a backfielden, de akkor gála van Kalentől. Mi van a másik 1700 playben, az egyetemi karrieri alapján? Hát ott azért baj van. Az kicsivel több. Futásnál elveszik a tömegben. Felemás szerelő, hát néha sikerül, nem mindig.
és coverage-ben sem egy labdavadász, pedig hogyha ránézek, azt várnám, érted, hogy fú, hát akkor elszeded. Ilyen méreted ellenére is fizikálisan ott vagy a boxba, és még tapad a labda, hát álmomba. De hát figyelj, ez van. Kicsi vagy, nem egyenlő azzal, hogy gyors és labdaügyes vagy pedig. Azt gondolnám, hogy a draftra elhívnak, meg jelentkezem, meg kombányat, akkor az vagy, de nem. A sok tehetséges közöttő el van, tehát nem rontja el őse a Seminoles védekezését, egyáltalán nem, de nem is viszi őket a nagyon előre. Kombányon kidőlt kicsi a keze, gyorsan futott, na legalább ez. 4.47, de hát olyan kicsit ugrott. De locs. Észre se vették volna, és akkor felemelkedett, vagy még mindig áll? Le kellett volna már mérni, már elugrott, ja, ez már az volt. Valaki safety-nek rangsorolja, azt láttam, de hát édes mindegy. Mert nem elég jó magasabb szintre, tehát most milyen poszton nem elég jó? Semmelyik. Az NFL.com 230. helyre beírja a sisakja miatt. Lehet, hogy még azt a Deion Sanders kibuliszta egy utólag, van valami haver még maradt a cégnél. Menjünk tovább. Easton Gibbs, Wyomingból. Őt Kaliforniából toborozták, mint a legtöbb embert Wyomingban, ahol egyébként quarterbacket is játszott. 4 évből 3-at kezdőként töltött el a Wyoming Cowboysnál, de hát nem egy tipikus kisiskolás tekülgép, és ezt szemrehányóan mondom, mert hogy vannak azok a játékosok, mint a Ryan Greenhagen, most az erőset mondtam, neki van a tekül rekordja, tavaly előtt Fordhambe játszott, nem tudom, hogy 39 tekül egy meccsen, tehát valami ilyen, és akkor hát vannak ilyen kisiskolák, ahol van egy gyerek a middle linebacker helyén, és mindig ő szerel, mert többi lassú. Na én ezt várom, akkor Gibbs, akkor te is ilyen vagy, és halad még ez sincs meg. Hogy legalább te odaérnél hamarabb, ha a többi nem, mert nem ér oda az sősél. Többször hamarabb oda kellett volna érni, megcsinálni a play-t. Mert még hogyha meg is van a tekkülét, ez azért 2 yard hamarabb jobb lett volna, hogyha NFL-be akarsz játszani. Nem volt rossz a Gibbs, de hát semmiben sem jár a kortársai előtt, akik meg magasabb szinten edződtek. Szóval ide hoznak téged Group of Five iskolából, hogy akkor a kisiskolákat képviseld, aztán hát ezzel képviseled. Coverage-ben végzősként már többször labdába tudott érni, előtte nem, de hát legalább fejlődött végzős évére nem úgy, mint a kameruni gyerek. Blitzelni ritkán ment, na végre valaki nem blitzel, de hát amikor ment, akkor főleg a szegény Northern Colorado ellen, most mit tartott nektek? McCaffrey Akadémia, halljátok, hát van elég bajotok. Szegény másodosztályú Northern Colorado, már csak úgy bírják őket megvenni, hogy ráküldik a legjobb linebacker blitzeni egyfolytába. Szégyeljétek a pofátokat. Szegény kis McCaffrey ellen. Na mindegy, rutinos, lelkes fiú, Easton. Megnézzük a kombájnon, mekkora benne a special team potenciál. Én így indítottam el, hogy akkor nézzük az adatokat. 6 láb magas, 232 font, rövid karral. Nyilván rövid neki. Kicsiket ugrott, és a 40 yardos idő is átlag alatti. Pedig a rajtot azt jól elkapta. Te is inkább futná egy 20 yardot maximum. Hát én nem látom, hogy majd ő sikerrel hajkurászná higanymozgásúakat. Van az NFL-be higanymozgású? Hát van olyan, akit azért nehéz levinni, a fene egye meg őket. A PFF 283. helyre írja őt a Big Boardon, ők a legnagyobb rajongói. És így is csak 283, hát 260 a draftolnak, brother. Edzőtáborozás, utána waiver. Gyakorló csapat? Talán. Nem garantálom. Még egy fiú, aki itt az UDFA-k között jön, Jalen Ford, Texas. 6-2 magas, 240 font, született 2001. november. Ha mi bajom van, érted, van tömege, viszonylag fiatal, jó helyről indulunk, Texas, ugye? Amíg csak leírva látod az adatokat, életrajz, addig meg bizakodsz. Texasi fiú amúgy sokáig úgy tűnt, hogy kénytelen elhagyni az államot, mert csak a Utah kereste, de hát a végén azért sikerült aláírni a Longhornshoz, ahogy azt kell. Epizód szereplőből lett 2 évre kezdő, az előző 2 évre, sok szerelése van, ugye a csoda védőfal mögül indulva. Gondolom, már mindenki látta a defensív tackle adást, 2 olyan defensív tackle van, hát amilyen semmilyen máshol, úgyhogy hát amögött azért neked is lenne egy pár tackle for loss. Egyébként most ott beállnál, így trikóba, szandálba. Na most ezt a Jalen is kihasználta maximálisan, de attól azért senki ne szétüljön meg,
hogy ott lelassítják a mamutok a futást, és akkor megjön a Ford leszereli. Hát oda ne biciklizzek, hallod. Elolvasod a leíró statisztikákat, hogy na, hát ez igen, sideline to sideline, lófasz. Egyértelműen a közeg miatt vannak ott meg a sikerek, brother. A nyomási számait szintén rendszernek köszönheti. De most ilyen dömperhez képest, ami ugye a szerepköre, sokat ront. És coverage-ben is égethető. Hát hiába pattant oda hozzá pár pick, azért az nem mindig teszi jóvá, mert azt is elolvasod. Jó, van neki deflekciója, van neki interceptionja, hát persze, értem, hárman belefejelnek, aztán hozzád kerül a labda. De hát nem véletlen volt mellette tavaly, 22-ben ugye az Overshown, aki ilyen konvertált safety, hogy azért valaki legyen már, aki coverage-be csinál valamit. Karja az rövidebb, mint a magassága alapján hinnénk. Ajjaj! Lassú 4.76-ot futott, és ugrani is csak felfele tud, előrefele nem tud. Hát végül is az is fontos, a meccsen fölfele kell. Szóval szerintem a Fordot a világ legjobb védelmébe, hogyha beállítjuk, akkor nem lesz gond, bár leronthatja őket. De hogyha ilyen közepes vagy rossz egységet megkap, oda beáll, hát azt nem javítja meg. 1000%. Régen, 10 éve, 15 éve, még az ilyen 240 fontos linebackerek voltak a fürgék. Ma, mert a normális linebacker az 250 fölött volt, ugye. Most már ott vagyunk, hogy ezek a darabos munkagépek, tehát a 240-esek, akiket senki se akar beállítani, mert ennyire lassan mész, akkor nincs helyed a pályán az NFL-ben. És akkor ez a csávó, akit én egy beírtam agresszíven UDFA-nak, Pro Football Network szerint 74. legjobb játékos. A drafton, nem a linebackerek között, mert hát arra azt mondom, figyelj, 74. reális. Mindenki közül. 33rd team szerint, fú, nekik azért a linebacker rangsoruk az nagyon-nagyon masszív, hallott. Azt nem tudom, a 2001-ből hozták elő a beállításokat. 95. legjobb a Ford, azt mondják. Ők ilyen időutazásra készülnek, ott a nagy döntéshozók a 33. csapatnál, az valami egészen durva, hallod. Majd még szóba kerülnek. Nagyobb nevű szervezetek közül a PFF-nél 217. az NFL.com-nál 259. Hogyha már ez a kettő egyetért valamiben, abban, hogy valaki nem jó, hát akkor azt el kell fogadni, ne haragudjál, ha már mind a kettő azt mondja. És az se érdekel engem, hogyha a legnagyobb vezér a pályán egyébként, de a vezérséget azt nem tudtam megállapítani a felvételen. Úgyhogy Ford, ne haragudjál, ne gyere! Itt van nekünk még Tatum Bethune, szintén Florida State. Ó, már a második. 2001. február 19-i születésű, hát ő sincs elkésve, még sok minden történhet vele. 6 láb magas, 229 font. Ő a Central Floridából indult, két kezdő év után megvette a Seminoles, és ott is lehúzott annyit. Őt is megvette a Seminoles, őt megvesznek, érted? Kicsit jól focizol, ha tetszik, ha nem, kivásárolnak a szerződésedből. Kompakt felépítésével egy viszonylag stabil futás elleni védő volt mindig, bár 2023. szeptemberében úgy tűnt, mint aki elfelejtette, hogy kell tekült csinálni. Volt egymás után egy néhány meccs, hogy kezdődött a szezon. Hát mindenhova ugrott, csak arra nem, ahol az ember volt. Utána eszébe jutott, hogy ja, nem is így kell. Biztos van, új technikát tanítottak neki, ugye. Tehát szokás itt a edzőbácsiknál, hogyha jön valaki új. Blitzelni nem küldték, na, de hát hogyha nagy ritkán mégis, az többnyire bejött. Hát ez ott nyitja, ugye, nem számítanak rá, hogy jön a Bethune. Coverage-ben alig volt tesztelve, de nem feltétlenül a saját tudása miatt, hanem mert már agyonverték a quarterbacket, mielőtt rászánta volna magát, hogy valami legyen. Labdaérzéke az kevés van egyébként, szóval, hogyha ott lett volna zseb, meg idő, hát akkor azért elindították volna a labdát, mert hogy a Bethune nem fogja elütni, az biztos. Szóval egy működő rendszerbe beillesztették, és aztán működött a rendszer tovább, úgyhogy ő benne volt, de nélküle, hát nélküle is működött volna, rendben. De ez a tudás college football szinten is abszolút helyettesíthető, mert ő most nem jött volna oda a Central Floridából. Ha jól van testvér, akkor idehozunk valakit a South Floridából, aztán ugyanígy megyünk tovább. Borzasztó rövid a karja, de legalább keze az van. Hát az jóvá teszi, van amiben, ebben nem. Közepes sebessége van, gyenge súlyemelés. Na, hallod, őszintén megkérdezem, hogyha nem bírod felemelni a súlyt, ott vagy
január óta készülsz erre a rohadt kombájnra. 15-öt tudsz beleemelni. Arra ki kíváncsi? Megmutatod, hogy nem 8, vagy mi van? Vagy hát otthon kisebb begyakoroltál? Minek? Minek emeled a súlyt meg, hogyha nem lesz kiváló eredmény? Ha legalább egy közepes se, akkor minek csinálod? Nem akart más megmutatni egyébként a tudásából. Sejtem, hogy miért. Szóval, ha csak 20 linebackert hívtak volna el, ő nem fért volna oda. Az NFL.com 212-nek írja, mások, mint a Draft Buzz, vagy a Mock Draft Database, meg Mr. Irrelevant esélyesnek írja, 257-263 körül. Szerintem nem ő lesz az. A draft utolsó választottja. Én azt gondolnám, hogy valaki más lesz. És még egy fiunk van, akit undraftednak írtam be. Juntry Hunter, Georgia State. 6-2 magas, 236 font. Kisiskolás prospekt. Született 2000. június 1-én. Valakit majd post-June van cut-tal fognak elbocsátani, például őt, odaig eljutna, az jó lenne. Hát az milyen szép szülének, hogy ajándék lenne. Hát ahhoz kellene kötni egy erős szerződést, de hát ez nem fog összejönni. Messzire kalandoztam. Jól, 6 évig járt iskolába. Safety testből és safety postból lett 6. évére igazi linebacker szerepkörű. Testileg most már ott van, mint ahogy látod, és hát a karja is adott hozzá, hogy játszon egy sorral följebb. Futott hozzá egy közepes 40 yardot, ekkora tömeggel, de ugrani azt nem tud. Pedig az kellett volna. Georgia State meccseken, hát darál egész nap Hunter, de sok hibával, és az egész játék egy misztekül parádé. Egy ponton már azt vártam, mikor jön a következő, értem, hogy jó, hát szerelsz, de jöjjön már az elrontott. Na, és akkor jön az elrontott is utána. 2 év alatt 49 misztekül került beírásra neki, de mindegyik azért nem néztem meg, de tudom, hogy az milyen. Kemény ütésekkel azt jóvá lehet tenni. Ha most hagytam, hogy elmenjen a csávó, de következőben szétpattintom. Hát attól nem lesz jobb. Ez a legtöbb misztekül, ami van. Egy ilyen tehetségdeficittel dolgozó védelemben volt egy kiemelkedően lelkes, jó mentalitású gyerek, akitől egyre többet kértek, komfortzónán kívül is. Szóval értem, hogy miért szimpatizálnak vele. De hát ez nem NFL szint, amit előad. Csak a Mock Draft Database írja draftolhatónak, 234-nek. Úgyhogy John Trey, egy újabb fiú, akit lejáratja kisiskolákat. Valószínűleg nem véletlen nem hívogatják őket, mert nem igazán ügyesek, elhappolják a nagy gazdagok. És ott fociznak a jó atléták, akik tudnak helyezkedni, meg szerelni. És ők eljutnak akár 7. körbe is, akikkel most megyünk tovább. 7. körös Steel Chambers, akinek a szülei nagyon meg vannak elégedve magukkal, hogy mennyire jó pofák, hogy ezt a nevet adták a gyereknek. Atlantában laknak egyébként, valaki személyesen gratulálna. Ohio State-re járt Chambers, 6-1 magas, 226 font, és ő még az Ohio State-ben is 2 évig running back volt. Oda könnyebb bekerülni? 3 évig pedig utána akkor védőként próbálkozott. A sebessége az meglátszódott coverage-ben, bár nem egy speedback a 226 fontjával, igen, még hogy a linebackerek nem is nagy, azért futónak elég nagy, de hát gyors, mondjuk azt. Tudja tartani a lépést bárkivel, illetve azon se lepődik meg, hogyha repül a labda az irányába, vagy az a running backnél előfordul, linebackernél is előfordul, csak hát nem direkt neki. Viszont egyedüliként az évfolyamban neki a pass rush nem igazán működött. Akármelyik szerencsétlent odazavarták, hogy akkor generálj már valamit, akkor ott jött a produkció, legalábbis ezektől, akik jelentkeztek a Combine-ra, de a Chambersnek nem. Legalábbis itt végzősként. A játék fizikális oldala, ott még rendben van, hogy ütközgetni kell, szerelni, ugye, de hát átrágni magát a zsúfolt területen az nem szokott jól menni. Hát pedig futó voltál öreg, ha a fullback nem megy előtted, akkor már nem tudsz átjutni. Ilyen háttérrel nyilván adja magát special team jövő. Védekezni csak tévedésből menne be, én azt gondolom. És hát a returnert hajkurászni pedig ideális, amit tud. Tud menni gyorsan, néha szerelt.
Nagyon rövid a karja, a legrövidebb a karja. 4.58-as futott ideje van, ami hát egy elvárás, megint csak, hát benne van a posztodban, előző posztodban, hogy running, szóval valami tudásod csak van róla. Az ugrásai gyenge vagy közepes, van Shuttle és Three Cone eredménye, ami középszerű, de legalább van. Szóval egy világelit atléta helyett kaptunk egy közepes atlétát a kombájnon, aki amúgy focizásban messze elmarad a többiektől, akár a rutint nézem, akár az erőszakosságot, akár a fizikalitást. Hogyha nagyon tele van a keretünk már, akkor valahol hátul be lehet őt is gyűjteni. Ugye tavaly Diane Henley volt, aki támadóból lett linebacker, és ott ő egész jó volt linebackernek egyetemistaként. Azt mégse engedték a pályára a Chargersben. Nyilván nem minden játékos ugyanolyan. De azért ez információ, érted, itt az átképzettek között. Nem reménykednék nagy karrierben, Chambers esetében. Az NFL.com mégis 116. helyre írja, mások 190 fölé. Hát azt nem dicsérném meg, aki ilyen korán rácsapna 116-ba. Pazarlás. Hát a végén talán, de... Hát ez a fiú, ez egy karrier special teamer. Darius Moussaou, UCLA versenyzője, született 2001. február 10. Csak a helyi Hawaii Egyetem hívta, így akkor odaírt alá. 3 évig focizott náluk jobb híján, hát bassza fene, akkor itt maradok Hawaii-n. Majd áttelepült a UCLA-hez. Még 2 évre, úgyhogy őket képviseli a drafton. Hát nem véletlen, csak a 3. szezonja után keresték nagyobb csapatok. Irtózatos blitz eredményei voltak, amivel bekerült a highlights-ba sokszor. Ezt a produkciót a Pac-12-ben nem tudta 2 év alatt kombinálva sem összehozni, de így is hatékony maradt, ami a nyomást illeti. Egyéb szegmensekben, ami azért fontosabb szegmensek, hogyha linebacker vagy, nehéz volt az átállás, de 2023-ban már a csapata erőssége volt, azok után, hogy kis szenior évében azért hülyére szivatták keverésbe minden nap. De hát most már nem. Oké. 6 láb magas, 225 font, komoly karfesztávolsága van. Bíztató 10 yardos részidő, közepes 40 yard ellenére. Átlag feletti ugró, ennyit tudunk. Kanyarodni nem mer, nyilván, mert az kimer. PFF értékei legmagasabbra, az is csak 242. Szóval, special teamben rohangáló gyerek, Moussaou, lehet belőle, hát lehet, hogy az se lesz, komplex feladatot nem mernék majd rábízni. Ügyesen fejlődött pedig, büszke lehet magára, mert kijavította a hibáit, de hát ez is csak arra elég, hogy az edzőtáborba eljusson valahová. Ennyire kompetitív ez az NFL nevű liga, hát nézzenek oda. Az nem elég, hogyha megfelelő szerepkörben, egyenes vonalban oda tudsz érni hamar a quarterbackhez vagy a runningbackhez a backfieldre, aztán ott kiütöd a lábát. Márpedig a Moussaou ezekből megcsinálta magának a hírnevet, a karriert, de hát ez pótolható, és hogyha erre keresünk egy embert, akkor meg nála jobb atlétát küldünk oda. Úgyhogy nincs olyan része a játékának, amit úgy örömmel ki lehetne emelni, hogy abban ő marha jó lesz, mert lehet, hogy semmibe se lesz az, akármennyire is szomorkás. Szóval az undraftedok között kellene emlegetni, de a special team potenciál feltornázta nekem őt 7. körből. Egyik kedvencemmel menjünk tovább, nem azért, mert jó játékos. Tyron Harper, Missouri, 6-2 magas, 231 font. Született 2001, április 26. Draft környékén lesz neki bulika. Utána meg megint. Amikor nem draftolják, akkor gyengébb bulika lesz. Floridában 3 év alatt nehezen került pályára, gátőröknél. Inkább átment Missouriba 2 évre. Úgy tűnt, hogy egy hatalmas maragd elsőre, de hát szeniorként kiderül, hogy hát miért nem akarták nagyon, hogy a pályára kerüljem. 2022-ben sem volt egy bástya, de a backfieldet támadta ezerrel, és a coverage is jól fluktuált neki. Rengeteget voltak a pályán, így a statok is gyűltek, de ha ezt olyan csapatban csinálod, amely a végén touchdown kap, az nem a menő dolog.
teljesen kiszámíthatatlan, hogy mit kapunk tőle egyik playről a másikra. Tehát nem jó a technikája, rángat, alapvetően szerelésgyanán, nem pedig szerel, nem látja át a pályát, rossz szögbe megy, de egy rossz folyamat végén is előfordul, hogy kijön az eredmény. Ugye, benne van a matek dolgozatban is, hogy hülyeségeket irkálsz, de kijött, hogy 2,5. Tehát így, Hopper elveszik, nem tudja, hol van, de pont oda megy a futó, ahol ő van. Tehát nagyjából ezek. Ez a pályafutása, hogy olyan jól sikerülnek a dolgok véletlenszerűen. De amint ráismer az ellenfél támadó koordinátora, vagy quarterback, hogy ez a gyerek egy szemfényvesztő, és nem tudja igazából, mit csinál, csak úgy néz ki, mert ránézésre, fú, micsoda linebacker, ez a Hopper, hát sosem menjünk oda, de kompenzál, igazából nem ügyes, és ezt észreveszik, elviszik őt táncolni. Megetetik, megitatják, ágyba helyezik estére. Szóval egy céltábla a gyerek, aki miatt elcsúszik az egész védekezésen. Rettegnék tőle, hogyha draftolnánk, de imádnám, mint ellenfél. De ez a Hopper, hallod, de konkrétan az van, elcsúszik, földön van véletlen, akkor kiabál, hogy bassza meg, elestem. Ha esetleg a quarterback nem venné észre. És akkor jött a combine, kicsi a keze, rövid a karja, de 4,5-öt futott. Szóval lesz neki csapata, mert gyors. Egyenes vonalba. Egyéb gyakorlatot nem vállalt, mert hát bonyolult lenne. Egyéb gyakorlat. Kiváló döntés az ügynökségtől, hogy itt lehívták, Tyron, ennyi. Igazi profikkal dolgozik együtt. És ha a Pro Football Network 64. helyre írja. Kívánom nekik, vigyél a kedvenc csapatotok a Tyron Hoppert. CBS-nél 96. Amely kezdő szint állítólag. Máshol inkább ilyen special team potenciálú hátsókörösnek írják. Annak jó lehet, de félnék, hogy odarúgják neki a labdát, aztán itt visszaadja. Nem tudja, mi legyen vele. Túl szórakoztató volt a felvétel, hogy UDFA-nak írjam. És szívem szerint előléptetném a sok savanyú Jóska elé, akit még szóba kerül, de hát nem jó játékos azért a Hopper, de nézeti magát, hallod. Kicsit katasztrófa turizmus, hogy most hova mész? Mit akarsz, ugye? Miért van az, hogy a Skatback, aki 165 fontos gyerek, aztán lenyom a picsába? Tehát ez, miért történnek ezek meg? Kimész oda a vonalon kívülre valamiért? Sideline to sideline, brother. Szóval fura dolgok vannak, aztán a nap végén mi van? Hát hülye quarterback pont neki dobja a labdát. Van olyan. Alkalmatlan a támadó fal a futballra, hát akkor azért odaér, ugye persze. De hát valahogy azt éreztem, hogy akármikor valami pozitívum történik a Hopperrel, ahhoz neki nem sok köze van. Csak úgy összejönnek a dolgok, tehát a csillagok összeállnak, de ez hát viszonylag sokszor, mert még elhívták ide a kombájnra is. És akkor kiderült, hogy a marha gyors egyenes vonalba, hát jó, jönni fog a paycheck. És azt gondolom, hogy ilyen kicsi tehetséggel egész sok pénz összejöhet ebből. Úgyhogy ez ki kell használni, vigyázni kell, hogy a diszkóba ne járjon, és akkor itt oda lehet érni kis gyakorlócsapatba, pályára nem mész, de fizetést kapnál. Nem rossz dolog ez. Ahhoz képest érted, Floridában elzavartak 3 év után, egész messzire jutottál. Úgyhogy ez igen, ez megérni a 7. kört, de remélem, hogy nem nekünk, hanem valakinek másnak. 6. körös, Nathaniel Watson, becenevén Buki, Mississippi State-ből, 6'2 magas, 233 font, 6 évig járt egyetemre, született 2000. szeptember 1-én Alabamában. A bácsikája 9 évig volt fullback az NFL-ben, Harold Morrow. Én azt gondolom, hogy Watson nem lesz már köztünk itt az NFL-ben 9 év múlva. Jet Johnson nevű tettes társával daráltak a Mississippi State védelem közepén a korai középkor óta. Mind a kettő nyomja már, amióta vissza lehet emlékezni. De idén talán már mindkettő kiöregszik, azért lassan letelnek már az évek, hallod. Utóbbit nem hívták meg ezt a Jet Johnsont a kombányra, mert a negatív rekordok veszélybe kerültek volna, én azt gondolom, de nem szabad alábecsülni a szerepét, mert inkább ő volt a főnök, ez Watson meg a verőember ott a csapaton belül, abban kimondottan jó volt.
Nagynak hazudták, de nem tűnt fel, mert sokszor megakadt benne a futó vagy a blokkoló, szóval el lehetett hinni a hazugságot. Lepattani lehetett csak róla a földre, nem pedig lerázni. Úgyhogy elképesztő szigorral dolgozott a futás ellen, az mit ér napjainkban, hát hagyjuk. Illetve támadta a backfieldet is, ahol komoly pestrás eredményei vannak, de a képet árnyalja, hogy rengeteg kísérletből, szóval nyilván írtál föl magadnak eredményeket, de hát próbálkoztál is bőségesen. Ennek a háttere nyilván az, hogy a keverésben nem akarták, hogy kiderüljön a gyengesége. Inkább előrefele védekezzél. Valahogy el tudták bújtatni, hogy nagy baj ne legyen, de egyébként zavarja a labda. Az azonnal feltűnik, ha esetleg menne az irányába. Mit lehet csinálni egy ilyen fickóval, aki hátrafelé nem védekezik, hanem csak ott törzúz, és ami a hátam mögött van, azt nem tudja, hogy éppen milyen, mi történik, mi van ott. Ilyenkor reménykedni lehet, hogy jó lesz neki a kombány. És akkor majd az alapján megtanítjuk. Hát a karfesz távolság az kiváló. A 40 yard is jól sikerült, az ugrásai viszont kínosan gyengék. Kanyarodni azt meg se próbáljon. Nos, ez feltűnt a felvételen is nyilván. Robbanékonysága, agilitása nulla közeli, de hát ki tudja, lehet, hogy egyébként meg rövidgatyába sikerül neki, hát nem sikerült neki. Starksville-ben itt megállt az idő, egy régi idők focistájaként csodálatosan alkalmazták Watsont, mert régen ilyenek voltak a linebackerek. De hát NFL pályán, hogyha megjelenik a defenseben, minden passz az ő területére kell, hogy érkezzen, mert nem fog odaérni, nem fogja levédekezni, és akkor átmegy az ellenfél 7 yardos passzokkal. Akinek ilyen célpont van az arcán, azt nem draftolom korán. És hatodik körbe elvittem, mert hát ha van olyan, aki ilyen szituációs játékosra vágyik, és akkor beküldött rövid yardosoknál, hogy akkor mennyi ütközgessé, ne jöjjön át a futó, de hát nem tudom, hogy ez mennyire működőképes. Nem olyan nagy dolog behívni egy RPO-t, érted a szemmel, azt sem tudod, hogy hova menjél, hogyha Bucky Watson vagy. Az NFL.com 177-nek írja a PFF 256, többi szervezet meg a kettő közé. Special team potenciál az lehet benne, mert 40 yardon azért tudott menni, és kell menni egyenes vonalban, amíg be nem tiltják a rúgást. Szóval ezért valahova ide raktam be, de hát ő egy olyan játékos, a múlt században rendkívül hasznos lett volna a stílusával, de akkor meg körbe röhögték volna, hogy mit akarsz a 233 fontoddal, ugye. Szóval ez valahol a tweener kategória, csak hát két időszak között itt beragadt, úgyhogy nem lehet kitalálni, hogy most vele mi lenne a legjobb. Az biztosan tudom, hogy a jelenben kellene jól focizni, és az meg nem hangzik valószínűnek. Van pár hasonló muki itt a hatodik körben, akiket a jobb híján ide beírtam, de hát nem a kedvenceim, már gondolnád. J.D. Bertrand, Notre Dame, 6-1 magas, 235 font, született 2000 május Georgiában. Ő 3 év volt kezdő, nehezen indult, de folyamatosan fejlődött. Az a baj, már nem fog tovább fejlődni, ezelőtt vége. Rövidke a karja, de a keze az legalább nem. Futott egy jó 4.61-et, aztán bezárt a bolt. Több gyakorlat azt mondta, hogy nem lesz. Látja a labdát a meccseken, Bertrand, nehéz megtéveszteni, de hiába fogja látni a profik között is, mert fogja látni, hát főleg az oldalvonalnál, de fönn a pályán észreveszi, hogy merre van, de nem fog odaérni. Vagy lecsúszik a nagy erős gyorsakról, hát kérem karikázza be, milyen az ellenféle, mindegyik. Nagyok, erősek, gyorsak. Nem olyanok, mint a Bertrand. Én aggódom a ható távolsága miatt. Aggódom, hogy mi lesz, hogyha a háta mögé dobálják a labdát, hogyan akadályozza ezt meg. Eddig nem volt sok baj belőle. Bár szerintem az életében nem ért még bele egy paszba sem, de hát most erre nem a linebacker dolga, labdázzon. Jó volt a rendszeren belül, neki is volt sok nyomása, mint egy másik Notre Dame-es linebacker gyereknek, ha majd mindjárt mondom. De hát azért, mert beomlott a zseb egyből.
Notre Dame ellen kezdődik, ó, már bajban van az irányító, hát akkor nyilván előbb-utóbb az egy-két hurryt beírnak. Én azt várnám, hogy egy NFL offense az félrepakolgatja az útból az ilyen Bertrand féléket. Különben nem lehet őket komolyan venni. Nem, az NFL-ben vagy, az egy válogatott bagázs vagytok, hogyha már Bertrand útját állja a futásnak, ne adj Isten. Vagy elállja a passzávot, akkor mindenki mondjon le. Hát azt mondom, padra leülhet. NFL-ben is, mert nem lepi meg, hogyha be kell menni. Ellentétben egyik másikkal, aki nem tudná, hogy mit csináljon. Ő azért tudja, hogy mit csináljon, de hát hogyha felé megy a labda, akkor izgulás. Mert valószínűleg elkapja a másik csapatba lévő, vagy lefutja őt. Nincs összhangban az én értékelésem a pályán látottakkal, mert jól ment ez a gyerek. De hát a szemteszt alapján hiányzott az a tized másodperc, amivel szerintem kiérne a szélre a szűkebb pályán, nem a rövid hashmark felől, és hiányzik belőle az a gyors láb, meg az az erő, amivel betömni a lyukat. Úgy, ahogy az íreknél betömte. Hát most azért más szint következik. De hát, hogyha kiugrik a South Bendi torna teremből, a Notre Dame Pro Day-en, akkor majd még beszélgessünk róla, mert az úgy érdekelne, de én borzasztó számokra számítok egyébként, hogyha lesz mérés. PFF-nél 153. NFL.com-nál 303. Oké, 300-on kívüli, hát azért ez elég tág. Semmiképpen sem az aktív rotációba jönne, tehát azt azért ennyiből tudod, hogy azért a kezdő potenciált senki nem látja benne. És akkor olyat meg hozzák, aki a padra? Örök élet? Hát mondtam a defensív tekülöknél is, hogy olyat nem akarok hozni, aki örök életébe padon van. És hogyha sérülés van, akkor bemegy, és jövő hétre meg igazolunk valakit, aki bemegy helyette, és ő marad a padon. Na. Nem kell ez a csávó. De nem konkrétan ő, hanem ez a fajta csávó. Nem kell. Van még ilyen? Vannak. Michael Barrett, Michigan. Született 99-ben. Igaz, hogy decemberi. Szóval hát az már majdnem. Majdnem 2000-ben. Azért neki is egy csókolomot oda köszönnek. Nem tudom, a Herbertnél öregebb vagy. Valami ilyesmi lehet. Óvodában biztos együtt jártatok. 5-11 magas. 5-11 alacsony, úgy kell mondani. 233 font, na legalább az, Georgiából származik. Tehát akkor ott mondjuk, hogy öreg és alacsony. Na hát akkor gondolom a karja is rövid. Ennyi alapján, mert minél öregebb vagy, annál rövidebb a karod. Nem annyira rövid neki, de hát a keze az valami rettentő kicsi. A Kenny Pickett mondja, hogy mit akarsz ezzel. Fesz távolsága az így is van, főleg válból. Valamint futott egy 4.50-et. Na, hát más nem vállalt, ennyi. De legalább akkor nincs elhasználódva? Hát most mondom, hogy öreg. Meg ugye gyerekkorában ő running back volt, tínédzser korában. Hát nincs elhasználódva, hát egyetemben nem játszottan sokat. 2020 óta kezdő. Ugye 20-ban rövid volt a szezon. Na, 21-ben meg úgy tűnt, hogy kiszorul a csapatból, de aztán visszaküzdötte magát. A védő koordinátor kiválóan időzítette a blitzeit, pedig nem volt sok, de hát főleg az indiánai csapatok ellen. Hoosiers ellen meg a Boilermakers, hát halálba idegelte velük. Barrett blitzekkel az ellenfelet. Ez remek jel a Barrettnek? Nem, ez remek jel a Chargers drukkereknek, mert oda ment a védőkoordinátor. Hogy azért nem annyira ügyes gyerekekből is kijön a produkció általa. Coverage-ben nyilván reménytelen a tight end ellen. A mérete miatt, hát most ez 5-11 a csávó. Nem fejelni kell, hanem a karral belekapálhat, csak tudod mi a baj, hogy a Titannek is van karja. Ó, és akkor meg felnyúl, hát ez az. Hát akkor majd a slot receiver ellen, hát az ellen meg ugye túlzott fürgeség. Az, ami problémás lehet, mert oda jönnek ezek a slotweilerek, hát ezzel nagyon gyorsan jár a lábuk. Barrettről mindent elmond, hogy egy sidekick volt itt a linebacker sorban, a sokkal fiatalabb Colson mellett, és ugye lecsorgókra ráment, de nem ő diktálta, hogy mi történik a pályán. Lelkesedése az hasznos, tehát ilyen hasznos zongoracipelő volt egy erős csapat részben. Lehet, hogyha a Nebraska-ba ment volna, akik amúgy hívták, kukorica, csuhé, akkor jobban teleírja a statisztikai lapot, de hát azt sem tette volna jobb prospekté. Csak a körülmények, ugye. Fiatalabb, ruganyosabb, meg nyurgább gyerekekre vadászunk, mi itt a profi ligában. Legalábbis az Egyesült Államok profi ligában olyanokat keresnek, nem olyanokat, mint a Barrett.
Most a PFF ehhez képest 146. helyre írja, ami az elég baráti. Máshol 213-on kívülre jósolják őt. Nálam a tapasztalat és az, hogy valaki jó csapattárs, az ilyen kevésbé megnyerő kategória, úgyhogy itt egy szőrös szívű 6. körös besorolást adok neked, de ez azt jelenti, hogy valaki elviszi 6., akkor nem szólok egy rohadt szót. Én elvinném-e 6., hát biztos, hogy nem, mert minek. Oké. Okay. Na hát még egy rokon van itt, a Tommy Eichenberg, szintén 6., Ohio State. Liam Eichenberg, igen, az Liam Eichenberg öccse, aki hát a liga, NFL nevű liga, talán legrosszabb faljátékosa. Vannak kihívók évről évre, de Eichenberg tartja, tehát őt nem nagyon lehet ilyen szempontból a dobogóról letaszítani. Szóval Dolphins. Most itt van Tommy öccse, aki meg védő. 2001. januárban született Clevelandben, 6'2 magas, 233 font. Van ilyen testvérpár, valaki támadófal, másik meg linebacker, hát egyet se tudok. Profi szinten, nem itt a Div 2-be, hát azt tudom, hogy van. 3 évig volt kezdő, kiválóan focizott 2022-ben, de hát a stabilizálás helyett visszaesett seniorként. Már megint itt vagyunk, érted, linebacker vagy, soha nem eshetsz vissza. Különben így megy le az értéked. Korán belassult, hogy érzed, kiégett. Ennyi volt neki, hát benne van. Koravén gyerekeknél az előfordul, mert 13 évesen már nagy erős, aztán ott jönnek a többiek, beelőzik, gyorsabbak, erősebbek lettek nála, mire betöltötték a 20-at mindannyian. Nem tudom, hogy ez volt-e, de egészen durva. Ami megtörténik itt az Eichenberggel, hogy egyszerűen a csapata erőssége, ez igen. Aztán egyszer csak meg a csapat a gyengesége, körbefutja mindenki. De alapvetően így verekedni szeret a boxban, de hát ebben is alul maradt a korábbi sikerek után. Nyertek a nagyobbak ellene. Elértem, hogy a lelkesen megy, hogy nem most betömöm a lyukat, csak nem tömött be, tehát kilőttek a picsába. Át kell gondolni, hogy a junior éve volt a kivétel, és az egy csoda kategória. Amúgy megtörtént vele, 22-ben csoda történt. Na most néha van ilyen egyes játékosoknál, és igazából az a realitás, amit láttunk előtte, meg utána. Tehát nem azért volt előtte ügyetlen, mert hát még tanulja, hanem mert ő ügyetlen, érted? És végzősként is az volt. Hát körbe röhögi egy atletikus futó. Hogy szerelni? Hát sehogy. Maximum megrántja a pólót, de hát azon tovább lehet menni. Fal eltakarítja nyilván támadóból. Hát jönnek támadási ponton, második szinten, mindig elmondjuk. És nem ér oda az elkapókhoz egyébként, ennyi, tehát hogy érne oda. Mi maradt? Hát talán az maradt, hogy a Titannek az életét azt meg tudja nehezíteni. A 2023-as meccsek közül, ami a legfrissebb felvétel, megnézett bármelyiket, mindegy nekem, válasz egyet, Ohio State, és arra jutsz, hogy ez a gyerek, ez nem kell semmikor. Combine. Alsó harmadban lévő kar és kéz. Átlag alatti ugrások, és egy 4.69-es 40 yardot futott, pedig hát arra már megtanultak összecsalni valamit 40 yardos időre itt a rajt specialistákkal. Minden stáb eljutott oda, hogy na hát akkor ezt begyakoroljátok gyerekek, hát mindenkinek sikerült, ami neked meg nem. Egyedül a 4.24-es shuttle eredmény miatt vagyok büszke rá, de arra marha büszke vagyok, hogy na hát ez sikerült. Egyáltalán nem értem, hogy az hogy jött ki, mert nem vág profilba az agilitás, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a 40 yardos idő helyett, amíg a többiek ott futottak a rajtspecialistákkal, addig az Eichenberg a shuttle-t gyakorolta, mert mindenki gondolta, hogy te egy csuklós busz vagy, aztán ott mutasd meg nekik, és akkor itt megmutatta nekünk. Na hát ez igen. Nem hülyék az ügynökök, na hát azért a nap végén csak kiderül, neki is megmondták, hogy mire kell ráfeküdni. Azt mondja nekem a DraftNet, hogy 47. legjobb prospekt a Tommy Eichenberg. Hallod, én a testvéredet, a Liamet én kipártoltam, mert egy jó játékos volt a Notre Dame-en, de hát miután őt sem mondtam be volna 47-nek, aki aztán az NFL-ben meg vicc tárgya. Na most Tommy. NFL.com-on 2.39, tehát ott azért vastagabban fogott a Fieldstól, ugye? Tehát vagy egy 10-ből 7 szervezet szerint egy top 100-as tehetség. Még tehetség, ugye, vagy hogy elviszik ott, az nem ugyanaz. Én nem tudom, hogy a tehetséges az Eichenberg. Nem annyira.
Én rettegnék tőle, hogy még a bátyánál is rosszabb lesz. Pedig hát ő nagyon rossz. De hát itt van Tami, érted? Nem lehetne pályán tartani. Azok alapján, amit láttunk, semmire kellő. Nulla Big Ten csapatok ellen. Hány quarterbackből lesz profi, akikkel úgy játszott? Se hány! És akkor mozog a labda, érted? Hagyjatok engem. Beírtam egy fiút 5. körbe, de hát egészen minimális akció volt a felvételeken, amiben ő úgy involválódott volna. Mi? De ilyen részese volt, na. Marist Liufau, Notre Dame játékosa, 6'2 magas, 234 font. Született 2001. februárban Honoluluban. Egy év rotálgatás után, 2021-ben bokasérülést szenvedett edzésen, kihagyta az idényt úgy, ahogy van. Majd 2 évig kezdő. Na, végre. Jó volt a defense. Notre Dame-nél újra itt vagyunk. Keveset kellett dolgozni, ez azt jelenti, hogy felmész 3 play, lejössz. Nem úgy te, hanem az egész csapat rész. Kevés ezáltal a hiba, amit ott be tudsz karikázni a Liufau-nál, de hát azért van, hogy rosszul helyezkedik, vagy hogy kivonják a playből. Csak hát volt helyette más, aki megoldotta, és akkor így, hát figyelj, csapatsport. Illetve hát kevés nagyon, amit engedett coverage-ben. Szóval ott is egymás mellé pakolod a leíró statisztikákat, na ki mennyit enged? Hát ez a Marist nem nagyon enged. 2 év alatt kaptak el a zónájában, odafigyelj, 100 yardot! Összesen ennyit engedett a csávó, ami a világ elit teljesítmény, de egybe félrevezető eredmény is nyilván. Mert az erős, ügyes társak azt is hozzák magukkal, hogy peszrásba meg tudott villanni, nem csak az, hogy nem dobnak arra, mert nem dobnak sehova, érted, irányító fekszik. De hát akkor menjél valami peszrásra, beszakad a zseb, nyilván ott van a Liufau. És ott kerülnek be adatok a neve mellé. De hát akkor a stresszben volt a quarterback, hogy még a kispadra is odafotott újkor, és akkor a head coach beírhat magának egy-két hurryt, nem? Mert akkor sürgette. Labda érzéke amúgy talán semennyi sincs itt a fiunknak, Liufau-nak. Számomra ezekből a felvételekből semmi sem derült ki arról, hogy ő milyen játékos. Hogy jó vagy rossz, tehát még azt sem tudom elmondani, hát hogy még úgy részletezzük. Leginkább az jött eszembe, hogy helyettesíthető. Mert hogy ide azért beáll egy-két másik gyerek oda a kispad végéből, és csak akkor ugyanúgy széljen út a vége. A karja hosszú, és a fesztávolsága is így akkor odafér az élmezőnybe. 40 yardos, becsületes 4.64-et futott, többit azt ne akarjuk tudni. Ezt üzeni. PFF 99. helyre írja, NFL.com 2.12. Szóval elég nagy a szórás nála. Fizikális limitációja nincsen. Azt meg kell adni, és hát ideális special teamernek tűnik, és ilyen helykitöltő cserejátékosnak, amíg a sztárok pihennek. Mert hát úgy nem téved el a zónák között, és van teste szerelni, de hát nulla game changer potenciált látok benne. Pedig... hogyha lenne, akkor utána észrevettem volna, meg úgy történt volna vele valami, nem? Nem nagyon történt. Korai választásokkal azt kell keresni, aki a playmaker. Linebackerből azért tudsz playmaker lenni állítólag, van, aki azt mondja, hát egyre ritkábban, ugye? Az az igazság, hogyha kikerülne a ligából majd egyszer Liufau, lehet, hogy már 2 hónappal később sem fogok emlékezni rá, de hát most még akkor, most jön befele. Na, hát most még azért tudom. Nagyjából, de nagyon se íze, se bűze. 5. körös fiú olyan, akivel nagyon sok bajom volt, hogy kitaláljam, hogy most mit látok a képen konkrétan. Edefuan Ulofosio, Washington embere, 6 láb magas, 236 font. Nem rossz játékos, nem azért mondom, hanem mert nem tudtam, hogy amit most nézek, az most igazából megtévesztés, vagy ügyes ő, vagy nem ügyes, vagy most mi van? Ez a 2000 januárjában született, viszonylag idős, Alaszkában született. Onnan már a gimibe, a híres Bishop Gormanbe jelentkezett, ez Nevada államban van.
sokan járnak oda focizni, drágám. És onnan pedig nem kapott foci ösztöndíjat egyetemre, saját pénzén iratkozott be a Washingtonra. Most állítólag van, aki ajánlott neki a kisebbek közül, de nem akart kisebbe menni, hanem akar Washingtonba. És akkor Volkonként kiharcolta magának, hogy ott tudjon játszani. Úgyhogy egy ilyen komoly történet, eleve Alaszkából. Utána is néztem. Top 10 NFL játékos Alaszkából. Na most én nem ismerek mindenkit, akit ott felsoroltak, akiket ismerek. Az Mark Schlereth, aki szokott meccseket kommentálni a mai napig. Ő ugye 90-es évek Denver Broncosának oszlopos gárdja volt. Darren Kalich, már jó rég visszavonult, több mint 10 éve visszavonult, a Packersbe volt gárd. Voltak erősebb periódusai. Aztán van Zach Bowman, a Chicagóban volt cornerback, nem egy nagy durranás, de évekig eljátszogatott. Reggie Walker, hát őt már nem emlékszem rá, ő linebacker, 2009 és 14 között volt a Chargersben, meg a Cardinalsban. Semmi emlékképem nincsen, megmondom neked. Hogyha megkérdezték volna vakon, hogy ki ő, nem tudtam volna megmondani. És még Steve 2 Smith is alaszkai volt, aki a USC-re járt, és a Giantsbe volt talán a legtovább, korán visszavonult. Szóval azért nem egy olyan hajde erős mezőny. Schlereth azt hiszem, hogy nem lett Hall of Famer, de híres a tévé miatt lett. Úgyhogy nem jellemző, hogy így ontaná Alaszka a profi fotbalistákat, tehát olyannyira nem, hogy ezek közül a fickók közül még a legfiatalabb is visszavonult 10 éve, vagy hát kikapott a ligából, de Ulo Fosio majd próbálkozik, hogy itt hosszú távon megragadjon. Na hát most volt neki tércalak szakadása is, meg biceps szakadása is. 2021-es és a 22-es szezont se tudta végig focizni, de a 2023-ast igen. És azelőtt, hát azért még csere volt. Szóval most végigjátszotta és bejutottak a döntőbe, hát akkor biztos, hogy ezért. Nagyon lelkes, kiváló csapattársnak tűnő fiú, akinek jöttek az eredmények a befektetett munka által, főleg coverage-ben volt kiemelkedő a számsora, pick six is jött neki, és hát eleve 35 célbavételből engedett 151 yardot, ami egy év alatt nudli. Mégis azt érzem, hogy nem elég fürge a lába, hogy ez fenntartható legyen, hanem a társak, meg a mák faktor segített rajta, meg az ellenfél. Nem véletlen, hogy pesztrásra nem küldték, mert nem túl mozgékony, főleg oldalirányba, és a nagyfiúk között el tud veszni, szóval egyáltalán nem vág a profilba, hogy miért ő számított a legjobb coverage linebackernek itt a világon. Márpedig ugye ez jött ki a végére, úgyhogy biztos vannak fanatikusai emiatt. Hatalmas a karfeszt távolsága, szintén segít. Kiugrott a tornateremből, felfelé is kiugrott, jelen áll vissza, na mégis akkor most fölfele, ott meg az emeletre. Hát őrület mekkorákat tudott ugrani Ulo Fosio. És 40 yardon is odavert a mezőnynek durván. Fordulékonyságát nem mutatta meg, ami a legjobban érdekelt volna. Three-cone idő, shuttle idő. Szóval itt van rengeteg adat, ami alapján Ulo Fosio egy kezdőjátékos, de én mégis óckodok tőle, hallott, hogy biztos, hogy ez működik magasabb szinten is, mert karfesztávja megvan, tömege megvan, eredménye jók, maga produkció az rendben van, robbanékonyság szintén, combine kiváló, de hát nehéz elképzelni, hogy ez megy tovább. Kicsit olyan, mint McWilson, vagy a Tavai New Englandből, akire hát nem mondanád rá egyik se, hogy coverage démon, aztán hát mégis segít nekik annyit a séma, hogy ne legyen velük semmi baj. Máshol meg rosszak voltak, ugye, ahol meg nem segít a séma, szóval Ulo Fosio is valami ilyesmi lehet. Mike Renner 80. helyre írja, Mock Draft Database 178-nak, minden más meg 250-en túl. Na most nyilván itt az orvosi stáb majd azért ránéz, mert két súlyos sérülés műtét után azért beszélgetni kell róla, most akkor hátsó körbe vállalják vagy nem, még hogyha kicsi a kockázat, azért ott már nagyon közel van az UDFA státusz. Az lett a hivatalos álláspontom vele kapcsolatban, hogy ezt a gyereket nem tudom megfejteni. Szóval
nem fogom elővenni azt a csapatot, aki korábban elviszi ennél az ötödik körnél. Egy rossz szót sem szólok, de azon se lepődök meg, hogyha tovább benn lesz. Mint az ötödik, aztán nem megy ki csak sokkal később, mert mindenre van azért példa, de azért a többségében jól mentek, kétszer nyerték a meccseket. Kaptak pontokat nyilván, de hogy sosem mutattál rá, hogy ez most a Szulafosió miatt ment el. Pedig úgy vártam, hogy jó, de mikor lesz már, hogy legalább úgy rosszul lépsz, vagy ilyesmi. Olykor azért lerázta a running back magáról. Volt olyan, mert a tight endre sem mindig ér oda, de nem is merték már oda dobni a végén. Vagy nem akartak. És azt sem mondanám, hogy a társai olyan hű, de marhajuk lettek volna, mert van egy-kettő, persze, a csapatban, aki jobb nála sokkal, de nem sokkal több. Szóval igen-igen hasznos kisgyerek volt. És nem tudott példát mutatni rá a felmérő sem, hogy ez vissza fog esni, de valamiért itt rossz előérzetem van, hogy ez így nem lesz jó. Ki tudja, hogy mennyire edzőfüggő ez, hogy normális szakmai munka van a Huskiesnál, normális gyerek, érted, szeret dolgozni, sok baja volt már, átrágta magát az akadályokon. Lehet neki szurkolni. A negyedik körben vannak a legjobb kisiskolás prospektek. Ez a maximum. Jordan McGee az egyik, aki a Temple neveltje, 6-1 magas, 228 font, kicsi a keze. Gyorsan futott, és messzire ugrott, meg magasra ugrott. Úgyhogy jól sikerült a combine. Előtte 3 évig volt kezdő, és egyre ügyesebben focizik. Ilyen kis ügyetlennek indult azért, akit a futásnál fenn se lehet tartani a pályán, de eleinte a backfield támadásával kezdett hasznot generálni, mint mindenki, majd összeért a játéka, és a legutóbb már kiváló volt mindenben. Jól mutatja ezt a Navy elleni mérkőzés, 2021-ben azt mondták, hogy inkább be se állj, 2023-ban már jól dolgozott triple option ellen. Coverage-ben alig tesztelték, ami beszédes, a blitzek pedig rendre hazaértek általa. Beleveti magát a kontaktba, nagyok ellen is, hogyha futás van, és egyre ritkábban véti el a szerelést. Ezt szeretnénk látni, nem? Fejlődjél. Azért hibátlan nem leszel. Főleg a boxban játszott, miközben egy gazdagabb csapat akár még előnyösebb helyzetbe is tehette volna, mint overhang linebacker, de hát a Temple-nél nem volt alkalmasabb gyerek a pálya közepén, aki úgy tudna szerelést csinálni. Talán, hogyha jobban kidomborítják ott a coverage képességeit, akkor akár még értékesebb játékossá is kinőhette volna magát magasabb szinten. Csak hogy itt a Temple kapcsán eszembe jutott, hogy ugyanebben a konferenciában tavaly Dorian Williams meggyőzőbb volt, mint a McGee, és a 92. helyen vitték. Ergo, McGee egy harmadik napos játékos, de ott nem sajnálnám rá a cetlit, mert special teamben alap, hogy beáll, és érdemes letesztelni edzésen, hogy a nagyok között is tud-e ilyen nagy területet bejátszani, mint a Temple-nél, mert az AAC nevű konferenciát az kinőtte, tehát az biztos, és 4 év alatt eljutott erre a szintre, hogy az már neki könnyű, nem pedig 6 év alatt, mint egyik másik semmire kellő ugye itt a drafton. Az NFL.com 145. helyre írja DraftBuzz 244, PFF 257. Hát ők féltik a konkurenciától szerintem, én annyira nem. Nyilván ez alternatíva függő, mert hogyha azt gondolod, hogy van 1000 linebacker előtte, aki megérheti, akkor tovább fog csúszni Maggie, mint ez a negyedik kör, de én ugye vákumban nézve, nem belegondolva, hogy mennyire mély az osztály, lőttem be ide. Nyilván, hogyha sokan vannak, akik ott top 100-ra esélyesek, akkor ő tolódik lefelé, de ez nem baj, mert aki kiválasztja, az valószínűleg nem visz másik linebackert, bár nyilván van rá példa, hanem akkor tőle kérnek majd valamit,
Nyilván minél később viszik el, annál kevésbé valószínű, hogy ezt a kezdőcsapatban kérik majd, de ha jól játszik, maga szerepkörében, csereként, special teamen, előbb-utóbb ugye linebacker helyéről, ha jól játszol, nem lehet elmenekülni a kezdőcsapatba kerülés ellen. Más posztok, hogy nyilván ez nem így működik, de ez ilyen szempontból egy hálás csapatrész, hogyha jól mész, megcsinálod a szerelést, tudsz helyezkedni, van eszed, miért ne? Csinálhatnál karriert magadnak. Úgyhogy ide lőttem be, de hát sokkal kevésbé volt nagy élmény, mint a következő fiú, szintén kisiskolából az utolsó, Tyrese Knight, UTEP nevelése. Tyrese valószínűleg az lenne, akit kocsmai verekedésre ugye elhívnék, hogy te akkor velem vagy. Jössz? Oké, menjünk. És azért ez mindig fontos ezen a poszton. Hat láb magas, 233 font, floridai fiú, onnan az Independence Community College-ba került, majd onnan vitte el egy év után a UTEP. Tehát rossz tanuló. Most már nem biztos, de régen borzasztó mindenből egyes, de hát végül sikerült kikupálni magát, 4 évig kezdett az NCAA-ben, és nem odavaló volt, nyilván. Tyrese tehetsége alapján. Komolyabb iskolába kellett volna, hogy focizzon, de hát van egy határ ugye a felvételin. Ebben az Independence-ben nyilván nem láttam soha, de a UTEP-be beáll, az első perctől húzó ember a csávó. Szóval mindenki látta, hogy akkor most jó lóra tettek. Kiemelkedő a fizikuma, kezdjük ezzel. Tehát most azt nem nagyon kell sokáig nézegetni, azonnal kiemelkedő. Hát ráadásul agyon csapja az ellenfelet. Azért a UTEP találkozott olyan gárdákkal, ahol azért nyeszlett gyerekek vannak, inkább lemenekültek a pályáról a nyalók előtt 5 yarddal inkább kilép, mint olyan ide érne a Knight. Jó étvágyúakkal is elbirkózik, 233 font ide vagy oda, miközben azért őt nehezen kapják el, hogyha meg az van, hogy ő indulna meg a nagy fiúk közé. A futót azt abuzálja egész meccsen egyébként, szóval tök mindegy, hogy ki az, na gyere akkor, úgyis kisebb vagy. Coverage-ben meg lehet égetni azért a Knight-ot, még a UTEP meccseken is. Meg lehet, de általában jóvá teszi. Szóval ez ilyen fura dolog az ő esetében, mert látod rajta, hogy ó, nem kellett volna benyelnem, hallod, de utána jobban fókuszál, na, csak elpörget egy-két labdát azért clutch helyzetben. Aztán meg rácsodálkozik, hogy hát mindegy igazából, mert 9 csapattársam ügyetlen. Van rutinja a slot helyén, amit akarunk, hallod. Azért az ritka, veszélyes blitzelő, nyilván, de hát ez a gyerek ez egy kalapács. Előrefele elitvédő, már csak egy jó combine kellene, hogy akkor bízzunk benne, hogy hátrafele mozogva is majd ügyes lesz. Ugyanezt mondtam a Bucky Watsonnál. És hát már sejtett, hogy mi van, hogyha a Bucky Watson 6. maradt, a Tyrese meg 4. Embertelen karfesztávolsággal dolgozik, jól futott, közepesen ugrott, de a fordulékonysága az gyenge. Ő volt az első, aki megpróbálta, meg az utolsó. Hát jár a piros pont, érted, megpróbáltad, stb. Nincs neki lehetősége, hogy titkolózzon, érted, mert neki egy dobása van, mert annyira hátrányos helyzetből indul a UTEP meccsekből. Megpróbálta a kanyarodást, rossz lett az eredmény sajnos. Szóval így azért aggódnék, hogy mi lesz vele a play action parádézó NFL csapatok ellen, de hát az már 2020-ban nyilvánvaló volt, hogy ez a gyerek, ez egy leendő profi, aki valahogy elpazóba ragadt. A rutin az segíthet talán, hogyha a fürgeség nehezen is fejlődik már, illetve egy rátermett társ a poszton, hogyha van valami szuper dörzsöt, Luke Kuechly odaáll mellé, de hát nem kérek könnyűt, ugye? Ha annyit mondok, hogy mennyibe harcoljá, akkor a Tyrese válasza, igen uram. De hát túl sok infót kellene neki feldolgozni elsőre, NFL meccsen, és hát nem biztos, hogy a zárkózó sebessége megvan. Egy tight end ellen, egy slot receiverrel, egy Bijan Robinsonok ellen. De hát vannak hasonló hátterű gyerekek a pályán olykor, de az rossz jel, hogy bújtatni kell olykor őt is. Ilyen szituációs emberként Belichick nyilván kihozná belőle a Jamie Collins, de neki már nincs munkája, nem tudom, hallottátok-e. Én szurkolok nagyon neki, mert a filmje az rettentő durva,
és agresszív volt, ami ennek egy linebackernek lennie kell. És hát remélem, hogy találnak neki szerepkört, de legrosszabb esetben special team magként rosteren kell tartani, plusz ilyen golvonalas Spillane, ugye a Derrick Henry ellen. Spillane hogy lett a robotzsaru? Mondták neki golvonalon, figyelj, bemész, erőben neki mész a Derrick Henrynek. Oké, főnök. Bement, boom. Levittek hordágyon. És erre a Tyrese Knight is megfelelő. Figyelj, Tyrese, nem igen találunk szerepet. De hát ott megnyílik a lyuk, és akkor neki mész izomba Derrick Henrynek. Hát gyere, akkor szétütöm. És akkor így. El vagy, magadhoz térsz, akkor utána meg a kirúgásnál számítunk rád. Aztán, hogyha jól reagálsz a képzésre, edzésen nem zavarodsz meg annyira, lassúkás lábattól, oldalirányba, akkor még lehet ebből több is. Mock Draft Database bízik benne, ők 168. helyre írják, én magasabban vagyok, megmondom neked. Mert Tyrese Knight azért van itt, mert probléma volt vele tinédzser korában, de az már marha régen volt. Hogyha kicsivel jobb tanuló lett volna, és nem a UTEP-ben bohóckodik, hanem valahol a floridai nagycsapatok közül valamelyikben, akkor röhögve top 100-ba írná ez a sok semmire kellő honlap. Buzz, 217. érted. NFL.com 264. Mert ők mit látnak? Logót. UTEP-ből hagyjad már. De hát mondom, a Tyrese Knight freshmanként mezőny fölött volt azokon az ócska Conference USA meccseken. Úgyhogy remélem összejön még ez a dolog. Az, hogy már nem bukott meg semmiből, nem azt jelenti, hogy több esze van, lehet, hogy még mindig buta, mint a kő, aztán nem tudja semmit sem a szerepkörök közül megjegyezni, de szerintem a futball ösztönei azok meg megvannak. Szóval kívánok neked egy kiváló linebacker edzőt, defense koordinátort, head coachot, Gerald Mayo, na hát egyben mindegyiket, Pierce edző, Spillane-nel nyomnátok, Tyrese. Lehet ebből a fiúból játékos. És akkor a következő az egy csoport lesz, ketten nagyon hasonlítanak, amit nem annyira. Azt mondom, akivel magasabban vagyok, és hozzá fogjuk a következőt hasonlítani. Trevin Wallace. Nagyon röhögtem, mikor néztem ezt a fiút. Kentuckyból, 6-1 magas, 237 font. Született 2003. február 22. Beceneve Duda. Úgy írják D-O-O-D-A. Duda. 2 évig volt csere, 2023-ban kezdő. Embertelen sebességgel tud futni a rossz irányba. Nagyon hamar ott van play actionnél, már ott van a backfielden azonnal, a labda meg nem ott van, hanem a háta mögött, de szemvillanás alatt érted. Ösztönei nincsenek. Szerintem egyetlen favicet sem ért. Nem ismeri fel az útvonalakat, nyilván. Nem ismeri fel a csapattársait sem, szerintem. De ugyanazt a play-t behívnák ötször, egymás után, akkor nézne, hogy trükkökkel játszanak. Hát a labdát ne is mondjam, hogy ez mennyire zavarja, elképesztően zavarja őt. Kiszúrná, az lenne a legjobb. Viszont, vajon mi jön ezután, hogy viszont? Fenomenális a fizikuma, gyorsasága, fürgesége, robbanékonysága, és hát ezért hívták el a kombányra. Lejön a felvételről is, de hát valószínűleg súgtak is ott a döntéshozóknak, hogy Trevint, ezt meg kell néznetek, mert beszartok. Szóval Wallace a kombányra ment nyerni, nem a pályára, mert a pályán veszít az ember, de... Na megnézzük válvédő nélkül. Karfesz távolsága, világelit. Nyilván 40 yardon, 4.51, bika idő, ugrásban szintén versenyez az örök ranglistával. Nagyon jól tette, hogy profinak állt, mert az oktondisága még a rutintalansággal magyarázható, hanem amúgy belejöttem volna előbb-utóbb, mester. Ugyanakkor az NFL edzőknek kell őt fejleszteni, akiknek elfogyhat a türelme, vagy elfogy a munka, meg kirúgják, ki tudja hány év. Nem kapunk 4 év produkciót tőle, az biztos, mert most nem lehet beállítani. Reméljük, hogy hűséges lesz, esetleg Trevin, hogyha rájönne, hogy akkor mi ez a sport. Lejár a szerzés, hát ha marad nálunk. Brandon Smith utánérzésem volt, 2 perc focizás látványa után, mondom, ez a Brandon Smith.
Nem nagyon emlékeztek már rám, pedig az még a csatornán is elhangzott. Linebackerek 2021-ből? Kettőből? Nem is tudom, talán lett kettőből. Ilyen szélsőséges prospect Trevin Wallace, mert lehet, hogy a következő Patrick Willis-é alakítják, aztán Hall of Famer, de a fizikalitás azért az nincs meg a játékában. De hát megjöhet. Az is lehet, hogy a Brandon Smithnek a mintájára, amint lehet, megy a waiverre. Brandon Smith a Penn State-be játszott, minden combine eredményben első helyezett volt, egyáltalán nem tudott focizni, és rutintalan is volt, meg fiatal egyébként, úgyhogy én kipártoltam, de hát a Carolina kiválasztotta, hát mondom, micsoda projekt. Carolina azóta kirúgtak három edzőt, de Smith is. Trevin Wallace hasonló jellegű játékos. Nagyon-nagyon mélyről indulunk, negatívból, össze kell tenni a játékát, meg kell tanítani, hogyan kell fotballozni, hogyan kell védekezni, mert nem tudja, látható. Hogyha ez nem jól sikerül, kirúgják az edzőinket, hát akkor megy a szabad listára, de előtte még megnézném, mint running back. Egyébként, mert felírtam az adatait a rasba a kalkulátorral, hogy egyébként milyen running back lenne, hát így a többségnél, ilyen 80%-nál azért, hogy robbanékonyabb, meg erősebb lenne. Fél, szorítsd a labdát, jó. Hát, ha tudja, merre támadunk, aztán akkor fussál, van hely. Ugyanitt elit prospect Európába, Trevin. A Draft Buzz nem írt róla ismertetőt. Hát biztos, mert a Dőcse az nem foci, hanem atletizálás. Mike Rennernél 92. Mock Draft DTB 151, többiek 237. utánra írják. Indianapolis Colts, General Manager Chris Ballard, top 10-be! Top 10-be benne van ez a csávó, az biztos! Jól ismerem már szakértőnket. Most a Brandon Smith, aki hasonmás a Siami Iker testvére, negyedik kör 120. helyezett volt. Én a top 100-ba vártam, de hát nem jött be. Legyen akkor Wallace is 120. Hát most az is negyedik kör, de Colts szemmel imádni való a csávó, laboratóriumból jön ki. Focizni egyáltalán nem tud, úgyhogy abszolút illik a Gus Bradley edzőhöz. Nincsenek rossz beidegződései. Jól áll neki a kék, meg Kentuckyból jött. Én beírom ceruzával a Coltsba ezt a Trevin Wallace-t. Más csapatok, akik linebackert akarnak választani, nem pedig atlétákat, hát azok nem biztos, hogy annyira előre vannak, vagy előrébb vannak a Trevinnel, de nálunk kevés olyan egyértelműbb dolog van, mint hogy vele lesz interjúnk, ugye. Reméljük, hogy aranyos, mert még az a másik része, hogy a Colts DNS-nek, bár így, hogy a Frank Reich elment, így már talán az sem annyira fontos. És akkor ugyanezt az embert megkaptam még egy testben, Curtis Jacobs néven, ami konkrétan a Penn State-be volt, mint a Brandon Smith. 6-1 magas, 241 font, még tömeged is van. Amúgy a Brandon Smith 250 volt halott, tehát ő nehezebb volt, mint a többiek, de gyorsabb. Csak az a kurva labda ne lenne a pályán halott, de Brandon Smith olyan játékos lenne, de hát valaki kitalálta még annak idején 150 év, hogy legyen labda is. Betiltaná. Na mindegy, 2002. február 18. Curtis Jacobs születése, hát még ő sincs elkésve, ugye? 3 évig meg is kezdett. Eleinte ilyen overhang linebacker, hosszú oldali hashmarkon helyezkedő védő, majd bement a boxba. Legutóbb viszont újra diverzebb feladata volt. Amikor ilyen nagy területen játszik, szétnyílik a pálya, nem ott a forgalomban, akkor passzolnak ám köré örömmel, sikerrel, de a forgalomba elég jól zárkózik. Nem az ő emberére, vagy nem az ő zónájára fókuszál az ellenfél, ez jó jel. Hogyha ott látják, hogy hát figyelj, az égethető, akkor persze, akkor megy a labda, de nem feltétlen az a cél, meg a game plan, hogy a Jacobsot akarnák égetni, hát az is valami. 22-ben küldték a backfieldre, ha kellett, ha nem. Már a végén én fáradtam el, hallod, annyi blitztől. Vissza is esett a hatékonysága, de hát hogyha csak arra kérik, hogy menjél az irányítóhoz, az is azért beszédes, mert hát másban nem bízunk benned. Hullámvölgyes időszakaiban is akkor lehet használni az atletikusságát, tehát tessék, kiosztam pozitívumra, hogy állandóan küldik előre.
kevés szerelést ront, mert ritkán van jó szögbe, hogy szerelhessen egyáltalán, hát az ott van a csávó világ végén, te hova jöttél? Vagy elbóklászik a pályán, ugye az az egyik, vagy lehozza az edző, hát az a kedvencem, hogy Curtis inkább beküldünk valami freshment, bazd meg, mert megint az összes RPO-t benézett, hallott, hogy sima zone readből, hogy mindig a rossz emberre mész. De hát biztos sérülés miatt pihentették. Ugye azért volt állandóan az oldalvonalnál. Nem azért, mert nem találta labdát. Szóval Curtis Jacobs is csak egy atléta, akire ráhúztak egy sisakot, aztán mennyi. Mondjuk, hogy a telibe verne valakit, az fájna piszkosul, mert van izomzata, csak hát kicselezik ezek a szemetek, sose állnak meg, hogy akkor na, erőből neki mehessen. Az igazi otthon az a Combine. Hova jutott ez a Penn State? Hallod, azért régen nem az jutott róluk eszembe, hogy milyen atlétáik vannak, most meg minden évben jönnek konditeremből. Marha nagy keze van a Curtisnek, nyilván adottságokkal nem lesz gond, így a rövid karja ellenére is kiemelkedő a fesztávolsága. 4.58-as 40 yard eredménye az odaver, magasra ugrik ráadásul, csak nem annyira távolra, hát abból csalódtam. 10 yardos részideje, bitang, nyilván. Na kíváncsi leszek a Pro Day-en mit csinálsz. Hagyni kéne ezt az egész kombányt a picsába, csak a Penn State Pro Day-t leadni. És akkor kimennénk a Ballarddal, azt megnéznénk. Na, gyertek át mindannyian. Curtis egy lelkes fiú, szeret üldözni, általában ez kimerül a játék úgy üldözésben, oda nem nagyon ér, mert nagyon messziről indul. Meg hát nem nagyon tud szerelni, de majd mi megtanítjuk, ugye. Mi mehet félre, gondolja a védőkoordinátor, majd rájössz. Special teamben hát a kierőszakol egy fumble-t, addig, amíg tanítgatják, hogy hogyan is van itt a védekezés. Hogy a special teambe vele kezdődik a névtől, az biztos, mert megint csak milyen anyagot össze szeretne itt rakni. Kiküldenénk a Jacobsot és Tyrese-t, meg akkor a Wallace, mondjuk nem biztos, hogy lenne szerelés. Alapvetően, de ugye a visszaorrót lefutná mind a három, az biztos. Valamiért őt nem szereti a PFF. Jacobsot 235-nek írják, meg az NFL.com se szereti, 212, de imádja a CBS. 98. a CBS-nél, és a DraftNet is imádjanak, 88. Mi a bajotok vele? Oké, hogy sokat képezték hiába. Mert hiába képezték, de még mindig fiatal aránylag, szóval nekem ő rokon jellegű profil, mint itt a körülötte lévők. Igaz, én Colts Drucker vagyok, szóval nem nagyon tudom, hogy milyen az, amikor egy linebackernek esze van. Mert hogy neki nincs, de hát most ez ilyen. Van, aki mellé vagy a drafttól, akinek van esze a focihoz, meg látja, hogy mi történik, meg el tudja mondani a tendenciákat. Hát hagyjatok ezzel. Mi beküldjük azokat, figyelj, marha gyors, marha nagy karjai vannak. Előbb-utóbb beleakad a csávó, nem? És akkor ebben a Curtis Jacobs is abszolút beleillik. Ez már megint az a rész, hogy nem minden csapat gondolja ugyanazt fontosnak, nyilván linebacker poszton sem, meg semmilyen poszton, és ezért van, aki lerajzolja, átfirkálja az ő orcáját, de aki hisz magában, hogy tud fejleszteni, tud képezni, és nyers anyagot keres, azt mondom, Jacobs bőven megfelelő lenne. Még hogyha nem is annyira jó, mint a Wallace. Mert a Wallace-t azért hamarabb vinném, csak itt hamarabb mondtam el, hogy itt ezt összetudjam hasonlítani ügyesen. Van még egy űrge, talán nem ennyire szélsőséges, a Cedric Gray, North Carolina-ból, 2002. októberi, szintén hasonló időszakban született, 6'2 magas, 234 font, helyi fiú, akit csak a North Carolina hívott a Power 5 csapatok közül, hát akkor oda megyek. Elkapó volt még a gimiben, offenseben, szóval el tudod képzelni. 3 évig kezdett az egyetemi ligában, mint linebacker. Hát ennyi paszt egyik linebacker felé se dobtak szerintem, mint amennyit a Cedric Gray felé. Az engedések számai így magasak, de a próbálkozások miatt, tehát minden meccsen megy neked 10 labda, akkor azért párat elkapnak. Más kérdés, hogy miért kell engedni, tehát miért úgy helyezkedsz, de hát figyelj, nagy helyek vannak itt a védelem részei között, hát mit lehet tenni a pálya belsejébe, hát csak ide jönnek a dobások. Közepes coverage játékos Cedric, nem förtelmes. Haladó statok alapján azt mondhat, hogy förtelmes ez a csávó, de ne, annyira nem azért. Blitzben kimondottan ügyes, azért azt elvárjuk. Most már ott vagyunk.
NFL linebacker vagy, azért viccelni nem tudsz, akkor gondolkozzál el. Szerelni. Hát eleinte egyáltalán nem tudod, de aztán megtanult, azt hittem, 2022-re, de juniorként már megint lecsúszkált sokszor, illetve fennakadt a tömegbe, az a nagyobb baj. Hogy így mennél szerelni, de hogy hirtelen elét kerül egy falember, hirtelen, amennyire egy falember tud, és akkor odébb rak téged, a földre. Sajnos így a Gray ki se ért a szélre, még egy posztra sem ért oda, hogyha esetleg szerelni kellett volna. A keze az kicsi, baj, mert a karfesz távolsága olyan, hogy bele tud rohanni a labdás ember szintén. Gyors volt 40 yardon, és ugrásban is csípte a felső harmadot. Bőven elég. Hát a súlyt az kár volt felemelnie neki is. Egyértelműen NFL atléta, de még nincs készen. És hiba pontja lehet a csapatnak, hogyha korán pályára kerül, viszont a padon pallérozva a megfelelő utánpótlást jelenthet. Nem mindenki szeret padra draftolni az NFL-ben, de van, aki meg imád előre gondolkodni, és attól meg okosnak érzi magát, hogyha már itt van az utánpótlás a padon. Azt gondolom, hogy egy rokon jellegű játékos, mint a Wallace, vagy mint a Jacobs, viszont egy kicsivel már fejlettebb szinten van, ezért van előttük, talán annyira nem durván kirobbanó atléta, de egyébként korban is közel van, lehet vele foglalkozni, és 10-ből 7 cég top 100-ba írja, az mondjuk túlzás, nem? Hogyha ilyen sokkal később menne a Wallace, vagy a Jacobs szerintük. A 30-30 team szerint 37. legjobb prospekt, azonnal kezdőbe menjen. A PFF a legalacsonyabb értékelők 168-nak írják, azért óvatosabban, elég nagy különbség a kettő vélemény között. És ha beírsz elé 10 linebackert, akkor nyilván nem lesz belőle 100. a bordon. Hogyha kevesebbet, nem tetszik mindenki, aki előtte van nekem, akkor kijöhet úgy a matek, hogy a Gray akár harmadik kör végén kimegy, de nagyjából én ide satszolom vákumban, függetlenül a többiektől, meg a draft osztálytól, hogy harmadik vége, negyedik eleje, és ott, hogyha esetleg nem jönne be a dolog, vagy nem menne igazán gyorsan az ő beépítése, hát akkor se szól senki egy rohadt szót. Hogyha ilyen magasságokban gondolkodnak, mint egyesek, hogy top 50 környékén, akkor azért attól elvárnád, hogy aránylag belátható időn belül azért bemenjen a pályára, aztán hasznot generáljon, na most ezt senki nem garantálja, hogy megcsinálja a Gray. Úgyhogy tetszene, hogyha valaki kiválasztaná némi türelem után, mert van értelme, jó megoldásai vannak, jó felépítése, fizikuma, mozgékonysága van, és néha még talán azt is rá lehet mondani, hogy látja a labdát, szerelései felemásak, ugye, de hát azt ki lehet kalapálni, abban azért lehet fejlődni, meg ma még jön a rutin is rá, linebackerni, nyilván marha fontos, mekkora rutinja van, és akkor ő megérheti, mert benn ragadhat a csapatban, akár már rövid távon, akár első éve végére, miért ne történhetne meg. De hát nem szabad azért túlzott elvárásokat támasztani vele szemben. Top 4 következik, esküszöm nektek, nem direkt csinálom, de ez volt a gárdoknál is, hogy 4 játékosra mondtam azt, hogy kezdő potenciál, top 100-as tehetség, 4 defensív tekőre mondtam rá, és a linebackeren is 4 jött ki. Hát mindegy, kíváncsi vagyok, a következő poszton mi lesz. Harmadik körösnek egy fő érkezik, a Jeremiah Trotter Jr. Clemsonból, hát neked is ismertem az apádat, Jeremiah. Bár már túl volt a csúcson azért, amikor ott a végét elkaptam a Fater pályafutásának, 2009-ben vonult vissza idősebb Jeremiah. Hát nehezen feleltethető meg a két manus háttere olyan szempontból, hogy a Fater underdogként a Stephen F. Austinra járt Lumberjacks, és hát a szeméttelepi kutya mentalitását azt azért hamar kidomborította a pályán az Eaglesben, még itt a régi időkben Dawkins, Sheldon Brown, Broderick Bunkley, Trent Cole, kit mondjak még. Tehát ezekkel játszott ott a védelem közepén, főedző Andy Reid.
Johnson edző, defense koordinátor, és akkor itt volt ez a csáva, hogy szétharapja az ellenfelet mindig, és akkor itt van a fiacskája, aki megérted, a milliómos családba született, szóval itt akkor nehéz ugyanazt várni, de az a durva, hogy van hasonlóság. Nem csak befizették oda Clemsonba, hogy mennyi fiam, hanem ő egy rendes linebacker. Látszik, Jeremiah fia. Hát neki így kell bizonyítani, nem azért, mert csóróság van, hanem azért, mert ó, hát nekem többet kell bizonyítani, mert a fater miatt. Született 2002. december 24. Két nappal azután, hogy az öreg Trotter és csapata legyőzte Houston Texans gárdáját, akiket néhány hónap azelőtt találtak ki, hogy legyen egy ilyen csapat. Hat láb magas, 228 font Jeremiah Trotter Jr. Hát az jó kicsi. Két évig kezdő, első naptól készen állt egyébként, hogyha bemenjek mester, azért átlátom, hogy mi történik. Fotball intelligenciája mezőny fölé emelte azonnal, de lehet beállt volna 15 évesen, akkor is fölé emelte volna, amit kellő erőszakossággal és fizikális stílussal párosított össze, hát már is kész a húzó ember. Főleg az egyetemen. Ezt két éven keresztül elénk rakta. Hát akkor mit keres itt a harmadik körben? Felesleges igazából itt ecsetelni, hogy mi van vele, mert egy remek linebacker, aki hát remek linebacker munkát végez, nincs ezen mit ragozni. Viszont nagyon-nagyon kicsi. És ez már Kalisban is hátráltatta amúgy, hogyha nagyon megfigyeljük a nagyobb culák ellen, most pedig hát még nagyobb culák közé kell majd beállni. Az ilyen kistestű gyerekek cserébe mennek, mint a golyó, ugye, hát azt várja legalábbis a profik között, aki ilyen nem túl nagy. És ugye azzal kompenzálnak, hogy sebességből megoldják, de hát nem vagyok meggyőződve róla, hogy a Trotter agilitása az megfeleltethető nekik. Úgyhogy még egy probléma lehet. Alacsony, kicsi a keze, rövid a karja. Még olyan is van, érted, hogy jó, valaki alacsony, érted, nincs tömege. De legalább karod lenne, mint a Quincy Williams a Jetsből. Kit érdekel, hogy alacsony, hogyha karja meg kétszer a hosszú, mint másnak a teste. De hát a Trotternek arányos testfelépítése van, kicsi minden. A Shuttle eredménye, ami az agilitást méri, alsó kategóriás. Srikonja közepes 7-13. Megpróbálta, hogy akkor kis területen, hát milyen fürge vagyok, a fenét vagy fürge. Nagyobb, erősebb gyerekek fürgében mennek nálad. 40 yardon futott egy 4-60-at, ami rendben van egyébként, csak hát érted, a 4-60-at megfutja az is, aki 250 font a fene egye meg őt. Értékelem, hogy odaállt a fordulékonysági gyakorlatokhoz, de hát csak ártott magának. Biztos edzésen jobban sikerült, tehát különben nem engedte volna oda az ügynöke. Szóval a pályán ő nem nagyon tévedett. Egyébként, ha megnézed a Clemson felvételeket. Megél majd valószínűleg azért itt a futballból, mert anticipációval, jó helyezkedéssel azért lezárhat passzsávokat. És hogyha van tér, akkor azért hamar odaér a labdához, de non-stop fizikális hátrányban lesz, mert ő matchuptól függetlenül tök mindegy, ki az ellenfél hátrányban van, és egyetlen egy felesleges lépés sem fér bele. De még ha tisztán is tud futni a szélre a running back felé, mondjuk, nyilván ott underdognak számít, hát végre. Végre, mint a fater itt underdognak számít, csak nem a háttere miatt, hanem a felépítése miatt, mert akár egy power back jön vele szembe, hát tudod mi a valószínűbb az, hogy elnyomja a fenébe, stiffarmolja. Vagy jön valami higany mozgású, akinek meg hát úgy jár a lába, érted, de jaj, most mi legyen ezzel. De tudom, hogy az NFL sztárokat nehéz szerelni mindenkinek. Tudod, a Derrick Henryt, meg a kamarát, meg a McCaffreyt, hát nehéz. Csak hát azért hozzáteszem, hogy a Trotternek is nehéz lesz. Hiába ez a neve. Miközben itt az ACC fiúkat azért viszonylag könnyen bezsebelte. Ritkán volt ebből probléma, hát most gyakran lesz, én azt gondolom. De hát az, hogy megcsípjen egy kezdőhelyet, össze kellene, hogy jöjjön valahogy, azért ott 64 kezdő hely van, hát oda kéne férni. De hát biztos, hogy nem számol vele 32 csapat. Egyesek leradírozzák, hát mondjam a Colcot. Ugye a húzóember potenciál nincs meg benne, amellett, hogy itt a fizikai adottságok miatt áthúzzák a nevét. Nem szabad összekeverni azt, hogy valaki hangadó, mert hát az megvan neki, tehát mindenki beáll mögé.
És másrészt, hogy valaki húzó ember, mert ő nem az öltözőbe kemény, hanem a pályán. Ja, a Trotter is keményen megy, nem azt mondom, csak nem riad meg tőle az ellenfél nyilván. Mindenki top 100-ba várja a világon. Draftnet 24. helyre összesen, hát azért az ambiciózus. 5 cég írja második körbe, 4 pedig harmadik körbe. Legkevésbé a 33rd team pártolja, ők a 100. helyre írják csak. Szóval Jeremiah Trotter Jr. egy körbe rajongott gyerekként élte le az életét, attól a másodperctől kezdve, hogy rálépett a fűre, nem fog neki ártani egy kis csúszás. A munkát bele fogja tenni így is, úgy is, és amit ki lehet hozni ebből a testből, az ki fog jönni. Most ez nem olyan sok. De jól tud focizni, és elégséges atléta, azért pályán tartható. Szóval nem izgulok a karrierje miatt, de nem szabad, hogy a névérték miatt bárki is megszédüljön tőle, hogy itt van érted faterja, all-pro linebacker volt, több ízben is, jó. Azért nem az időgépből hozták vissza a fatert, hanem itt van ez a gyerek, aki egy kis gyerek. Szóval így kell vele foglalkozni, meg így kell őt értékelni. Nem véletlen kerültek be olyan gyerekek elé, hárman is, akiknek az apjuk nem játszott az NFL-ben. Az egyik ilyen, Junior Colson, Michiganből, ő egy bronzérmes itt ebben a rangsorban, 6-2 magas, 238 fontot nyom, született 2002. december Haiti szigetén, 9 évesen vitt át a kontinensre egy őt adoptáló pár, miután a szülei fiatalon elhunytak. 3 évig focizott a rozsomákoknál, tűzben edződött, azonnal beküldték Harbaugh-ék, de hát ez is kellett hozzá, hogy kinője magát csapata vezérévé, fiatal kora ellenére. Aztán hát ez akkor is megtörtént volna, hogyha nem szivatják olyan nagyon, de így is jól alakultak a dolgok. Ő egy tradicionális linebacker, aki nem a backfieldre rohangál, mint amilyen nagyon divatos, hanem igyekszik olvasni. Mi történik? Hát bolzasztó ritka, a manapság már kiolvas, ugye? A maximum a telefonján, ő meg ott a pályán. Nézd az ellenfelet. Jól helyezkedik. Sarabol a tömegben, nem fél aktív kezét használni, és nem adja magát könnyen, akkor se, hogyha jönnének rá az erős csontúak. Nem változik felborult bogárrel. Elképesztően ritkán hibázik szerelést. Mások, úgy egy meccs alatt, annyiszor esnek pofára, mint a Colson úgy egy év alatt. Úgyhogy az rettentő impresszív. Van feladata coverage-ben, nem csak a száját tátja, mint egyik másik, hogy nézi, hogy előtte ott mi van, hanem ott dolgozik, és fegyelmezetten tartja a zónáját. Látod rajta, hogy készül a meccsekre, átlátja tendenciákat, és alkalmazkodik a látottakhoz, lezárja a sávokat. Kicsit darabos a mozgása, ami miatt nem jár neki a kiemelt elsőkörös hype, de a játék a mentalitása és a kora alapján lehetne róla beszélni akár első körben is. Közepes a karja, hossza. A keze átlag alatti, újra itt vagyunk. Nem könnyű ezeket lenyomni? Azt látod a tévébe, hogy ezeket az NFL labdás gyerekeket, tehát akárki leszereli könnyen, nem olyan egyszerű, az nincsenek meg hozzá az eszközei. A 40 yardos ideje 4.58 lett, ami elég jó, de hát azt lehet gyakorolni, ugye, egyenes vonali sebesség, még a Bertrand is jól jött ki belőle, meg a Beret, meg a Hopper. Szóval, most már ott vagyunk, ha 40 yardon valaki jól fut, akkor azt úgy veszem, hogy olyat, hogy mindenkinek jól kell futni. Egyéb gyakorlatokat mutogassátok. Az a baj, hogy a hülye NFL Network csak azt mutatja közben, hogyha komolyabban vennénk, akkor a sátül eredményeket kellene nézni. De hát várjuk a prodét, hogy akkor mutat-e valamit nekünk. Azért nem mindegy, hogy mekkora hatótávolságot lehet neki reálisan belőni. A top linebackertől az lenne az elvárás, végtelen hatótávolsága legyen, hogy még akkor a parkolóba is kiérjen, hogyha esetleg oda helyezkedik valaki. Nos, ezt a Colson biztosan nem fogja meghozni, de egy rászabott szerepben remekelhet. Akár a nagyok között is. Mivel ennek a kialakítása több munkát és több közbenjárást igényel, így nem egy kiemelt prospekt megint csak, mert azért foglalkozni kell vele, nem az van, hogy hót hülyék vagyunk a focihoz, aztán állj be,
hanem ott azért körbe kellene szagolgatni, hogy most akkor veled mi is legyen, hogy azért ne égessük be magunkat. Hogyha bárkitől függetlenül pályára küldhető lenne, hát akkor nyilván, akkor első körbe viszed, így azért nem viszed olyan korán. Az NFL.com is csak 34. helyre becsli őt, a 33rd team, meg 35-nek. Másik 4 cég második körösnek írja, 3 pedig harmadik körösnek. Azért ez már soká van. A Draft Tech a legalacsonyabb, ők a 91. besorolást adják csak a Colsonnak. Hát ti haterek vagytok. Én egyelőre második kör, és hogyha valami botrányos prodé eredmények lesznek, csak akkor csúsztatom visszább. Mert egyébként fotbalozás címszóval igen jól ment, belátható határai vannak azért, hogy ez milyen szinten folytatható, de folytatható, ami a fizikumot illeti, sebességet, fordulékonyságot, oldalirányú agilitást, ugye. Ott azért. Nem versenyez a szuperatlétáinkkal, akik ott szóba kerültek a negyedik körben, de hát nem a gátat kell átugrani, hanem itt azért linebacker munkát fognak rábízni, és abban meg előre haladott állapotban van. Kiváló képzés. Úgyhogy ez, hogy már korán pályára kerül. Előtte van másik fajta játékos, Edgerrin Cooper. Akit Edgerrinnek hívnak, mindenkiről tudom, hogy ki után kapta a nevét. Hát milyen érdekes. Texas A&M-ből 6-2 magas, 230 font. Született 2001. november Louisianában. 3 évig kezdő mezőgazdászoknál, eleinte csak egy atléta volt ő is, akit úgy gyorsan tudott közlekedni, és szeretett ütközgetni, és akkor ebből voltak ilyen kiváló meccsek, néha, illetve voltak ilyen arcpirító performanszok egyaránt, mikor úgy lement 60 perc, hogy az egy semmi hasznod nem volt ezen a meccsen, Cooper, hát tudom. 23-ban rátalált a játékára, vagy rátaláltak az edzők az ő játékára, és ebből egy ilyen All-American kitüntetés is összejött. Ritkán futott túl az akción, ellentétben korai szakaszával a karrierjének, mikor hát nagyon hamar el tudott menni semleges területre, mindenhol, mert ott volt, ahol a labda nem volt. És akkor kevésbé lehetett most már megbolondítani a quarterback szeme által. Mert hogy quarterback feje balra áll, akkor Edgerrin balra megy. Na most ez elmúlt, tehát rájött a trükkre. Ha pedig reagálni kell a látottakra, akkor fürge, mint a légycsapó. Rengeteg találata van. Gondolom a szek fetisiszták, hát különösen imádták őt, mert van rengeteg, de tény, hogy elég egy rossz váltás a falban, és már is ott van. Vagy a futón, vagy a quarterbacken, hát amit éppen akartok csinálni. Edgerrin Cooper. Reaktív linebacker, az nem annyira tetszik, ugye, általában az embereknek, de néha nem kell más csinálni, csak reagálni, és abban meg Cooperni fürgében senki nem tud jönni. Alig várja a scramblinget, ha esetleg jön egy olyan ellenfél, ahol a quarterback szeret esetleg megindulni, hát akkor beleveri a földbe legalább egyszer, de inkább többször a mérkőzésen. Az a baj, hogy ez ugye alacsonyabb szinten, azért könnyebben megfigyelhető. Hátrafelé mozogva minimális feladata volt csak, hogy oda nézegessen, mert észrevették, hogy mi lenne, hogyha te azt nem csinálnád. A területet az be tudná játszani, hogyha arról lenne szó, hogy figyelj, két mély safety közé is befut, hogyha arról van szó, aztán hamarabb odaér, mint a labda. Hogyha csak a sebességén múlna, csak hát nem tudja, hova megy az a rohadt labda. Vagy az ellenfél, ugye, hát bárhova mehetnek. Ugye akkor inkább hagyták, hogy akkor fejjel előre focizzál, amiből csodás eredmény jött ki. Tehát ebből a típusból jobbat nem kaphatnál, hogyha a running back útvonalra megy, meg az ilyen underneath passzok vannak ott a környékén, arra érjél oda, Edgerrin, és akkor ennyi, mit szólnál? Tehát line of scrimmage-től 3 yard, ugye azt úgy figyeled, szemed sarkából még megvan, és akkor ami úgy mögötted van, az a secondary talán megoldja, de hogyha nem, akkor se próbálj segíteni. Az NFL-be ez nyilván nem elég, hogyha valaki ennyit tud. Tehát egy top coverage linebackerettől ez marhára kevés, szóval fejlődnie kell.
fejleszteni is kell, és hát bizakodni, hogy majd, hogyha dörzsöltebb lesz, akkor nagyobb hatótávolságban is lehet vele számolni. Ezt muszáj. Tehát, hogyha komolyan vesszük az ő draftolását, akkor erre kell elindulni, hogy egyre nagyobb és nagyobb távolságot tudjon bejátszani, mert akkor lesz értékes. Amit most csinál, az is értékes, de másolható alapvetően. És addig, amíg nincs meg neki ez, nem látja számokat, addig azért kell mellé egy ilyen zsiványabb társ, amit már mondtam, de hát azt nem könnyű találni, ugye. Ez az egyetlen része a játéknak, ami kérdéses nála, mert szerelni tud, fizikális, vérszomjas, aktív, fáradhatatlan. Úgyhogy arra kell figyelni, hogy coverage-ben ne égesse agyon az ellenfél, mert hogyha azt hiszed, hogy már készen áll, akkor tévedsz. Combine-on Liga Elite karfesztávolság, Liga Elite futás 4.51, közepes ugrás. A keze mérete is közepes. Hát így akkor a Colts emlékmedál az nem jár neki. De hát az egy kacsintás az jutott a Ballardtól, ennyi, maximum. Befűröttek azért a csapatok a szuperatlétákkal, korán választottakkal, Patrick Quinn, Kenneth Murray, Jamin Davis, Devin White, stb. De ettől még ez egy értékes készlet, amivel a Cooper bír, még hogyha másokból nem is tudták kihozni, és hogyha nem draftolod túl korán, akkor mindenki egyetért, hogy egy potens gyerekből próbálsz majd játékost csinálni. Karrierje kezdetén nyilván előfordulhat, hogy égni megy be, égni. De hát annyira épeszűnek kell lennie a védőkoordinátornak, hogy átlátja, hogy mit szabad tőle kérni, meg mit nem. Aztán várni kell, hogy ragadjon rá a rutin, hogyha korán viszed, bekövetelik a csapatba fentről, hát akár a general manager, ugye megkérdezi, hogy miért nem játszik már, vagy a tulajdonos, ne adj Isten, ki tudja. És akkor az még árthat is neki, de hogyha csendben lépcsőzetesen építgetve hagyod, hogy megtörténjen a dolog, akkor még sztárjátékos is lehet. Mert semmi külső korlátja nincs. Csak játékintelligencia korlátja van, mert futballösztön, ugye. Kinek, minek mondja. Nehéz munka linebackert nevelni, kevesen tudnak, ezért nem is éri meg belefogni, csak hogyha ilyen kivételes alapanyag van a kezedben. Mint amilyen a Zedgerin Cooper. A The Athletic szerint 40. legértékesebb, és további 7 cég várja top 55-be. 33rd team szerint 90. az a legalacsonyabb. Countdown szerint 78, ami még megvan, hát még létezik ez. Régebben Draft Countdown. Még azelőtt NFL Draft Countdown, most már csak Countdown. Anno Jamin Davisre is ezt írtuk, hogy ilyen 40, 50, 60, 70, aztán mégis elment a 19. helyen. A kommandóba. Lehet, hogy a 19. helyet is megszolgálná Cooper, de hát a második kört azt könnyebben. Hogyha minden összeáll, akkor ő egy értékesebb játékos lesz, mint a rangsorban előtte lévő. Ez a Pali pedig a legjobb linebacker, aki jelentkezett, szerény véleményem szerint, de még így is csak második körös, Peyton Wilson, North Carolina State-ből, 6-4 magas, 233 font. Hát puszta véletlenül a legmagasabb. Hát akkor ennyi alapján sorba lehetett volna hajtani már. Anélkül, hogy megnéztem volna a filmet. Fene egy meg. Született 2000, április 21. Jó hangulatban telik majd a hónap vége. North Carolina-ban született. Bednarik díjas és Butkus díjas is 2023-ból. Tehát legjobb linebacker és legjobb védő. Jó, hát akkor jó helyre került a díj, hogyha itt ő a legjobb. Hívták amúgy elit programok is. De maradt otthon. Gimnazistaként volt egy tércalak szakadása, de így is vitte volna a Clemson, meg az Ohio State, stb. Az egyetemen meg másik két súlyos sérülése is volt. Első évében, meg a harmadik évében. A bátyja, a Milwaukee játékosa az MLB-ben, baseball, 26 éves az idősebbik. Tőle lehet tudni, hogy a faterjuk kamionsofőr, az anyukájuk meg az egészségügybe dolgozik. Na, hát ez semmit sem jelent, de látszik, hogy milyen precíz scouting folyik, ugye? Ha már Trotternek tudod a faterját, hát akkor most a Wilsonést is elmondom, tessék. Peyton Wilsonnak tanárdiplomája van egyébként. Ezt hasznosítja már most pályán.
egyébként. A tanteremben nem nagyon jár, de a pályán oktatja fotball. 3 teljes éve van kezdőként, ebből 2 alapján eléggé hátsó körös, de senior éve alapján pedig NFL csapatkapitány. Szerencsére van egy képünk, hogy mi a különbség egy kiválóan elhelyezett rendszerjátékos és egy NFL prospect között, ugyanis 22-ben Drake Thomas volt a védelemnek a közepén a Wolfpacknél, mondjuk a Wilson gyenge oldali linebacker, de hát most mindegy. Szóval ez a Drake Thomas nem kellett sehová profik között, tehát mondjuk a Raidersben van, de úgy se kerül be. Miközben ugye a Wilsont azért keresni fogják, mert úgy nézett ki ott is, hogy figyelj, Drake Thomas megcsinálja a playeket. Jó. És akkor ehhez képest meg, amikor a Wilson játszik, hát ő nem csak hogy megcsinálja, hanem túl teljesíti az elvárásokat. És akkor ő itt a második legjobb Wilson a North Carolina State történetében, mert volt egy Russell nevű. Hát annál azért hamarabb kéne kimenjen, mint a Russell kiment. Veterán játékosként egyetlen playfake-et sem evett meg itt a mérkőzéseken. Talán a második héten a Notre Dame ellen azért még elfektették olykor, de utána egyszer se azért se elég legyen ebből. Az orvoslást dicséri, hogy a sokszor műtött térdei ellenére kiválóan fordul, kanyarodik, robbanékony és nagy testét hasznosítja. Nem azért, nem egy Jack Campbell szinten azért, aki hát óriási méretű, de hát azért nehéz kikerülni a Peyton Wilsont is, kimagaslik a mezőnyből. Azért is nehéz kikerülni, mert tud helyezkedni, ugye kevesekről mondható el. 3 interception, másik 3 pass breakup is összejött neki előző évében. Jó, olykor pattant a labda, de hát akció közelben van. Meg hát ott véges számú útvonal vezethet csak az ő környékére, és ezt azért mind olvassa előre. Tavaly volt a csapatjukban az Isaiah Moore, akit hát követeltek a draftra, hát végülis ő is a Chiefs-be van gyakorolni talán. Hát ő beszívta mindet. 22-es draftra jelentkezve, coverage-be, Isaiah. Ugyanezt szerették volna, mint a Wilsontól, állandóan megfogta az ellenfél. Csak előre tudott védekezni. Wilson megcsinálja ugyanazt futásnál, és közben levédi a paszt is, meg néha a quarterbacket is sürgeti. Tehát ezek vannak, tehát amit ott kellene csinálni, azt ő megcsinálja ügyesen. És hát akár a villámcsapás mozgása alapján, akár a hosszú teste miatt életképes blitzelő egyébként. Hát sőt, komoly fenyegetést jelent, mert nem kell sok. Egy-két lépés, aztán már ott van a zsebben. Én nem csak a rutinnak tudom be a dominanciáját, mert ugye a 22-es évnek a második felében is már ezen a szinten volt, mint amikor a Butkus díjat megnyerte, mert ott visszanyerte a rehabilitáció után a formáját, kellett hozzá egy fél év, de akkor itt összeálltak a dolgok, és hát azóta csak imádni lehet, amit csinál. Úgyhogy ezért nem a világ legtehetségesebb csapat részében van. Kombájnon kicsi a keze, rövid a karja, de komoly karfesztávolsága van. 4.43-at futott, hát elmész a picsába, de már majdnem linebacker rekord, ugrásokba közepes. Hát a Jack Campbell erre azt mondaná, hogy lassú szar ez a gyerek, a mások szerint azért utolérhetetlen atléta, mert jó, hát tavaly Jack Campbell feltette a lécet, érted, hogy azért gyorsan futott, meg távolra ugrott, meg fürge volt, tehát azért, meg nagy teste volt. Most ezek közül minden nem tud megcsinálni a Peyton Wilson. De szinte mindegyikben versenyképes, azért közel van. És ő nagy vágott, meg magas, meg hosszú, és úgy tud versenyezni ezekkel, akik azért a pöttömök. Nagyon-nagyon jól fog kijönni a leendő csapata abból, hogy ugye sérülések miatt nem kell korán elvinni a Peyton Wilsont, mert hát figyelj, minden bajod van, majd elviszünk később, és akkor kapnak egy stabil kezdőjátékost a második napon. Aki miatt nem kell aggódni. Hogy most akkor téged mire fejleszünk? Hát semmire. Ja, jó. PFF szerint 33. NFL.com 104. A többiek a kettő közé írják. Gondolom a csapatorvos is majd beleszól, hogy ő hanyadik helyen jöjjön vagy ne jöjjön, ugye? Hát általában ennyi. Ajándék lenne harmadik körbe, ó, ne is mondd. Másodikban nem ajándék, simán csak értékes választás. Peyton Wilson. Úgyhogy ő az én emberem idén, ami a
top játékost illeti. Így jött ki ez a 25 fiú. Második körbe írtam 3 főt, egyet a harmadikba. Negyedikben már ott a projekt embereim vannak, szuper atléták. 1, 2, 3, 4, 5 versenyző. És ugye az 5. körös Olaf Hosio nem értem, de itt meghúzom a határt, aki ott kezdő potenciállal bír. Liu Fau-t is beírtam 5., de ki az? És akkor a 6. meg már cserekaliberű, muszájból pályára kerülők vannak, ilyenből van 4 fő. 7. körösök, Hopper és barátai, hát ők vannak, igazából ő meg 2 special teamer. Ő így vannak 3, többieket nem draftolnám. Ez itt a linebacker osztag. Tavalyi linebacker csoportra azt mondták, hogy hát borzasztó gyenge Campbell, és aztán nem nagyon van. Na most itt azt gondolom, hogy többen fognak kimenni, és többen fognak karriert csinálni maguknak a tavalyiaknál, de nem fogják ellepni a top 100-at, az egészen biztos. Vagy a linebacker pozíció nem a legszebb napjait éli. Persze mondják, hogy ó, hát ez nem jó így, meg hát az értékes. Ha valakinek van egy kiváló linebackere, hát én azt tudom, hogyan találunk kiváló linebackert, azt meg nem tudjuk, ugye. Mert tudjátok, hogy mi az, ami még nagyon értékes? Hogyha valaki kiváló safety, vagy kiváló guard, vagy kiváló tight end. De valaki kiváló, az nyilván értékes. Tehát a linebackernél is, hogyha kiváló, akkor az értékes. De hát, hogyha valaki kiváló corner, vagy kiváló edge játékos, az még értékesebb. Úgyhogy szerintem a linebacker posztnak a megítélése nem fog javulni mostanában. Úgyhogy tudunk várni vele, és akkor a második körben, hogyha jönnek már ezek a játékosok, ott értéket képviselnek, mert viszonylag hamar pályára küldhető gyerekek vannak. Hogyha már kísérletezni kell, ha már fejlesztgetni kell, akkor inkább jöjjön hátul, vagy jöjjön harmadik nap, így mondom, ez írtam őket a 4. körbe, akik momentán fogalmuk sincs, hogy a labdát az milyen alakú egyáltalán, de hát ki tudja, érted, hogyha nincs fizikális gát, akkor már előrébb vagy, mint egyik másik prospekt, mert akik a ligában vannak, azok öregszenek, lassulnak. Ugyanúgy ballasztot tudnak jelenteni. Te meg úgy kezdesz rájönni, akkor miért ne? Lehet, hogy valaki úgy is beválik ezek közül, a projekt linebackerek közül, nem tudom melyikőjük. Reméljük a Trevin, mert az úgy vicces lenne. Szóval ennyit szerettem volna elmondani róluk. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Megyünk tovább prospekti gyerekekkel. Megnyomjuk ezt a hónapot, hát ez róluk szól. De tudom, hogy lesznek átigazolások az NFL-ben is. Gyengécske szabadon igazolható lista az elfogy majd. Velük kapcsolatban is természetesen jövök majd egy-két bejegyzéssel, de elsősorban itt a draft prospektek dominálják majd a csatornát a közeljövőben. Úgyhogy várjátok őket az összesre, ami még hátra van, már ennyi. Szevasztok!